No, itten vagyunk újra. Az április előadásunknak ugye a második részével. Nagyon sok kérdés van, nem fogom tudni megválaszolni még most sem mindet, de próbálkozom. Két szolgálta közlemény lenne a legelején, vagy akár két és fél. Az első, ugye tudjuk, hogy ezek az előadások úgy jönnek létre, hogy lehet kérdezni. Én csak a kérdésekre válaszolok, magamtól nem nagyon szoktam beszélni. Nem azért válaszolok a kérdésekre, mert tudom az igazságot, vagy a valóságot, sokkal inkább nézőpontot szeretnék átadni, hogy mindenki szabadon gondolkozhasson a saját maga igazsága, a saját maga valósága felé. Emberek, soha ne felejtsük el, hogy azért, mert valami a te fejedben létezik, az miért lenne valóságos. Oké. Okay. Akkor kettő. Másik szolgálati közlemény. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki anyagilag is támogatja az eladásainkat. De szeretném megköszönni Fekete Edinának és Kárpáti Krisztinának, hogy kőkemény magyar forintokkal is támogatja ezen YouTube felvételeket, illetve Bódi Gergelynek, aki szintén így tett, és ezen felül még szeretném megköszönni annak a hölgynek és meg az úrnak, aki névtelen szeretett volna maradni, hogy támogatja a lehetőséget, amit itt próbálunk megélni. Itt mindnyájan, mert hát végül is ez a pénz nem nekem van, hanem mindannyiunknak. Sokan kérdezték, hogy miért nem teszem fizetősé ezt a dolgot. Emberek, nem akarom fizetősé tenni, azt szeretném, hogy aki úgy érzi, hogy fizessen, aki még nem érzi, hogy az ne fizessen. Nekem az is nagy fizetség, hogy meghallgatod azt, amit mondok, és elgondolkozol, hogy picit próbálsz változni. Nem olyan rég ránk írt a YouTube, hogy van akkora nézettség, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, mindegy, hogy ha kérünk, akkor betesznek néhány reklámot, és akkor majd küldenek némi pénzt. Nem lesznek reklámok. Nem ilyen vendégi túlságosan jól magát, hogy miközben éppen beszélek a mindenesi titkairól, közben hirtelen bevágódna egy bankreklám, vagy valami hasonló. Úgyhogy inkább legyen szerényebb ez felvétel, és nem kellenek a szép díszletek. De én fontosnak tartom, hogy minél több ember ezen juthasson. Jó, ez volt a hármas számú közlemény. És még egy apróság. Emberek, nagyon sokan küldtek hosszú kérdéseket, több oldalasakat, fotókkal, mindennel. Ha nem válaszolok rá, hiszen nem nagyon tudok most itt rá válaszolni, nem tudok felolvasni három oldalnyi kérdést, akkor kérlek, küldd el nekem e-mailbe. Az e-mail címem nyilvános, fönt van, azt hiszem a Facebookon is, vagy a weboldalon is. Azonban csak én olvasom el az e-maileket. Külön van a Letíciának, azokat ő kapja, azokat ő olvassa el, oda ne küldjétek, az enyémnek küldjétek a kérdést. Jó, és igyekszem válaszolni. De lesz egy-két kérdés, amit noha hosszú föl fogom olvasni, mert nagyon tanulságosnak tartom már magát a kérdést is. No, vágjunk bele. Kedves Krisz, szeretném azt megtudni, hogy hogyan tudom megkülönböztetni a félelmeimet a valós sugallatoktól. Nagyon sok nyomasztó álmom van mostanában, és rengeteg gondolat torul a fejembe. Sokat alszok, fáraszt ez a szembenézés úgy, hogy nem tudom eldönteni, mi a félelem, és mi nem onnan érkező, hanem valós késztetés. Ki kéne lépnem, vagy a megoldás a maradásban van, vagy bármelyik jó, csak választanom kellene. Kérlek, segíts abban, hogy ismertem fel, mi a jó, a valós út ebben a helyzetben. No, figyelj ide, alapvetően nem számít, hogy mi az az álom, ami csak a fejedben van, és mi az, ami mondjuk úgymond jós álom lenne. Ugyanis ezt nem nagyon lehet megkülönböztetni, csak a hitünk által. Figyelj ide, a hit sokkal többről szól, mint sem arról, hogy elmész imádkozni vasárnaponként a templomba, vagy naponta hatszor meghajolsz Mekka felé. Még véletlenül sem becsülni senkinek sem a hitét vagy a vallását, de hát ezt minden vallásos ember tudja, hogy a forma, litás mögött bújik meg a valódi tartalom. Ez így van az életben is. Igazából az életben is csak hiszünk, amit bizonyítani tudunk, amit tudásnak gondolunk, az legjobb esetben is csak egyfajta törvényszerűségetnek az ismerete, és meg azoknak sem a teljes ismerete, csak olyan találgatás és a puzzle, a kirakós összerakása. De valójában a bizalom, a bízunk az életben az, ami minket életben tart, hiszen ha jogikusan végig gondolnád, beleürülnél a félelembe, hisz a következő pillanatban is bármikor meghalhatsz, mert megáll a szíved. Tehát te bízol csak a jövődben, bízol a holnapban. Úgyhogy bíz a mostani magadban is. Nem számít, hogy mi van a fejedben, nem számít, hogy az álmaidban,
látott képek valósak vagy nem valósak. Ha nem tetszik, akkor ne foglalkozz velük, engedd el őket. Amúgy az álmok az este többségében egyfajta tisztulási, feldolgozási folyamatnak a részei. Hogyha nagyon félelmetes, nyomasztó rémálmaid vannak, akkor valószínű az életedben is olyan félelmeket élsz meg, lehetséges, hogy amúgy csak a tudattalanod szintjén magyarán nem tudsz róla. Vagy hogy írtad, hogy a régi családi mintákat éled újra, hogy inkább erről van szó, tehát inkább ezektől akar megszabadulni a tudatod vagy a személyiséged. Látom a képen, hogy a pároddal vagy, nagy a szeretet, akkor ne aggódj. Akkor, hogyha rosszat is álmodsz, hogy éppen elhagy a másik, vagy elhagyod a másikat, reggel fölkelsz, fújjál nagy ki három levegőt, öled meg a másikat, és csak neves. Hisz a valóság az mindig az, ami van. És ha most a szeretet van, akkor a szeretet van, oké? Ne foglalkozz ezzel, hogy mi a látomás, és mi az illúzió. Rendben van? Mert létezés egy szintjén teljesen egyé válik a kettő. És minden, ami illúzió, az valóságos. És minden, ami valóságos, az csak illúzió. Oké? Csak bátran kezdj el élni. Kedves Krisz, több témát is felvetnék, remélem valamelyikről lesz kedved beszélni. Érdekelne a meglátás, de a szexuális spektrummal kapcsolatban. Próbáltam magam elhelyezni, de képtelenség. 30 pluszosként is még a sötétben tapogatózom. Ám valahogy nem érzem magamra az erőt a kísérletezéshez. Kiábrándultam az egészből. Van értelme erőltetni a dolgot, vagy engedjem el inkább? Szorongással tölt le a szex gondolata is. Mindig nehéz kérdés, ha valami nem megy. Meddig erőltessük, ha egyáltalán erőltessük? Mondtad, hogy te kipróbáltál sokféle drogot, és szerinted meglehetősen kevés enged bepillantás a túloldalra. Jó. No, kezdjük az elején. Maga a szexualitás az sokkal átfogóbb, mint sem gondolnánk. Kaptam egy olyan kérdést is, most nem fogom felolvasni, hogy miért van az, hogy az emberiség állandóan szexel foglalkozik. Miért van az, hogy manapság mindent a szexualitást akarnak eladni, úgy reklámoznak egy mosóport, egy tévét, hogy között csöpög az egész erotikától. Nagyon egyszerű. Hát de egy ugye maga a fizikai szexualitás, ugye az ember lét alapja, ugye hát abból jön létre a test, ugye? Apa, anya összeáll, és ugye akkor még csak férfi és nő, majd apa, anya lesz belőlük. De ez igaz szellem-lelki szinten is. Alapvetően minden, ami létezik, ez egyfajta univerzális, egyetemes, végtelen dimenziós szexualitásban, szerelem-szeretetben jön létre. Maga, ahogy az energia berobban a fizikai világban, mondjuk ahogy például kinyílik egy virág, vagy a szirmok szétnyílnak, az is maga a szexualitás. Az energiákban, tárgyakban, a kövekben, a felhőkben, mindenhol ott van egyfajta szexuális energia. Újra mondom, ez nem az energia, ami te a vágy megjelenésével apostrofálsz, hanem maga az energia, ami az egymással szemben álló erők egységét jelenti, mert a szexualitásban voltak épp erről van szó, ha megnézed maga a fizikai szexualitás is, ugye miből indul, egyfajta feszültségből, ami vagy az ellentétes nemű, vagy azonos nemű, de akkor is egyfajta ellentétes rezgésű egyénekből jön létre. Egyfajta feszültség. A teremtés, az anyagi teremtés, az mindig egyfajta feszültséggel indul. Rendben van? Az, hogy neked a szexualitás ennyire nem jön be az életedben, az teljesen egyénfüggő. Sok szakember tartja ezt mondjuk problémának, de ez nem igaz. Emberek, a szexualitásban nincs átlános igazság. Az este többségében megfigyelhető, valóban megfigyelhető, hogyha valakinek a klasszikus értelemben véve, hangsúlyozom a klasszikust értelemben véve, a szexualitása nem megfelelő, akkor tény és való, hogy ott megfigyelhető kisebb-nagyobb lelki problémák, vagy törések, vagy traumatizált egyén és személyiség darabkák. Ez így van. De attól még ez nem azt jelenti, hogy neked mindenképp a szexualitásodon változtatni kell. Az a lényeg. A szexualitásodban itt a fizikai földön úgy éld, ahogy neked jó. Ha nem jó, akkor próbálj változtatni. És az, hogy ami nem megy, azt ne erőltessük. Emberek, ez egy nagyon, nagyon penge él. Tény és való, hogy cselekedni kell. Tény és való, hogy sokszor le kell győzni magadat, vagy a korlátaidat, de az is tény és való is, hogy tényleg bizonyos estekben nem lehet átlépni az árnyékunkat. Van egy régi mondás, ugye, hogy adjon az Isten bölcsességet, hogy meg tudjam oldani a problémáimat, de adjon még nagyobb bölcsességet ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mikor nem tudom megoldani a problémáimat, mikor engedjem el. Mivel érted, hogy 30 pluszos vagy, szerintem az elengedés nálad még korai. Én a helyedben megpróbálnék még játszogatni a folyamattal, valahogy elengedni belőle az egómat,
elengedni azon tapasztalatokat, amiket korábban megéltél, feltétlenül kellemetlen tapasztalatokat. Hagyni, vagy a pillanat magával sodorjon. Ezt nem feltétlenül a fizikai szexualitás gyakorlásával kell elkezdeni. Az élet más területén egyszerűbb lenne megélni az extázist sportban, táncban, egy különleges élményben, megmászol egy magas hegyet kiállsz tetejére, éneklésben, imádságban, bármilyen területen a fizikai életednek, ahol képes lenni leszakadni attól az embertől, akit most önmagadnak hiszel egy pillanatra. Mert a szexualitáson mégis ez történik. A korlátait feloldódnak, az orgazmus által szétrobbannak pillanatokig, ideig, óráig, és az az egyén, akit te a saját határaiddal ismersz, az akkor eltűnik. És amikor újra megjönnek a határok, újra kezdve visszatérni a fizikai világban, akkor friss, új energiákkal feltöltődvén vágsz bele a holnapi napba. Oké? Okay. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ne add fel a dolgot, hanem az első lépésben próbálkozz így lazulni, vagy nyílni. Kettő, utána már lehet a férfiak vagy a nők felé fordulni. Megjegyzem, hogy ha a problémád ilyen régóta kísért, akkor feltehetőleg egyedül nagyon nehezen fogod tudni ezt feloldani. Megérne keresni egy olyan szakembert, aki nem csak a nyugati szexuálpszichológiában, de a keleti tanokban is valamennyire járatos, akinek van egyfajta hitvilága, aki kicsit túllát az anyagi világon, de mégis valamilyen szinten képes az elméjével is dolgozni, tehát segíthet. Ugyanis amikor a szexualitásban az emberek felé fordulsz, akkor nagyon könnyen be fog kapcsolni a régi rutin, és hiába próbálod visszaránt majd a korábbi negatív tapasztalat, az elfojtott emlékek, stb. Ilyenkor azokat megírni, átbeszélni valakivel. Ez lehet mondjuk egy jó barátnő is, vagy egy jó barát, de egy szakember, vagy egy megfelelő empátiával ellátott egyén azért sokat segíthet. Nem reménytelen a helyzet, szerintem egyáltalán nem. Jó. De hogyha írsz egy e-mailt, akkor, és küldesz egy fotót, akkor tudok konkrétabban is válaszolni, hogy mi az, ami területen kell megindulhatsz, de nagyjából itt mondtam, ez így igaz. Rendben? A drogok pedig. Én alapvetően a drogokat nem támogatom. Kétféle drogról beszélhetünk, fogalmazunk így. A tudatmódosítószerek és a tudattágítószerek. A tudatmódosítószerek azok nem adnak, inkább csak elvesznek. Belőled vesznek el. Az összes ilyen modern löty, design drog és egyéb marhaságok, ez nem csinál más, csak hogy rombolja az agyat, pusztítja az agysejteket, és egyáltalán neuronhálót is sorolhatnám. Nem támogatom őket. Ha nagyon ki akarok próbálni, próbált megér, de vannak olyan szerek már, amik nagyon komolyan függővé tesznek, nagyon erős addíciót okoznak, úgyhogy nem javaslom. A tudattágítók azok mások, azok nem okoznak függőséget, például az LSD, vagy ugye a klasszikus ilyen gombák használata. De a kérdésre visszatérve, úgy vettem észre, hogy ezek sem a valóságot adják át. 80%-ban az elme az, ami összekever előtted képet, szagot, hangot, fényeket egy más spektrumú felfogás által, amit látomásnak élsz meg, az nem látomás, csak egyszerűen csak eltolja a felszínt jobbról, balról, balról, jobbra. Mozogni látod azon pontokat, amik amúgy nem mozogna. De 20%-ban tényleg képes arra, hogy adjon olyan élményeket, amiket valóban akkor lehet megtapasztalni, hogyha az egyén évek hosszú tudatos munkájával eljutott oda, hogy képes felfogni mondjuk a fizikai dimenziókon túllévő valóságokat is. Csak mondok egy példát. Az, amit úgy hívnak, hogy egy aura, azt meg lehet tanulni látni. Hogyha valaki ilyen tudattágítószert használ, akkor ő is lát fényeket. A tárgyak, elektromos vezetékek, vagy mondjuk az emberek a fák körül láthat egész pontosan, nem mindenki, de láthat. És nagyon hasonlít ahhoz mondjuk, ami valójában auraként mondjuk szoktam látni én is, de nem az. Tehát igenis valóban adhatnak a tudattágítók olyan felismeréseket, amelyek segíthetnek. Például túllendített a halálfélelmen. Láttam ilyen embert, aki LSD hatására, meg vannak nagyon sok tanulmány erről, szakemberek, komoly szakemberek, aki az LSD és megfelelő terápia hatására túllendült a halálfélelmén, vagy egyéb olyan fóbiáin,
amelyek megkeserítették az életét. Sőt, tudtom már Hollandiában, Kanadában is újra hivatalosan engedélyezték a kísérleteket az LSD-vel és egyéb tudattágítószerekkel. Tehát van ebben valami ráció, de alapvetően próbán túl nem javaslom az általános használat. Azt megmondom, miért. Valahogy a keletiektől hallottam ezt először, hogy az ilyen tudattágítószerek használói azok tolvajok. Mert hogy ellopnak olyan élményeket, olyan helyekre tekintenek be a létezésbe, amire nem dolgoztak meg, amire más 5-10-20 év meditál, gyakorolja tudatosságot, vagy figyel, vagy megéli a jelent. Addig a illető csak bevesz egy tablettát, vagy bekap egy bélyeget, és már van is tapasztalata. Ebben is van igazság, de újra mondom, az öntudatlanul megszerzett tapasztalat az hosszú távon nem segíti a fejlődést rendben. Próbálkozz azt lenyugodtan, mert láttam a leveletet, nem olvastam végig, láttam, hogy, hogy van benned vágy a próbálkozásra, de tudjad, hogy hosszú távon ezeket szerek nélkül éri meg megélni. Szia Krisztián, szuper, hogy van online előadásod. A végét az őrület is, már jöhetnek a személyes előadások, lesz lehetőség azt is online hallgatni? Külföldön élek, nem maradnék le róla. Rajta vagyunk az ügyön, még nem tudom, mi lesz pontosan, de mindenképp leszünk online, vagy így, vagy úgy. Lehetséges, hogyha a személyes adásokat nem veszük föl, hanem majd mindig tartunk minden hónapban egyet így online is. Nem tudom, majd kiderül. Jó? Szerinted létezik olyan, hogy jól szeretni? Vagy rosszul szeretni? Van úgy, hogy szeretsz, de igazából nem jól? Mi van például azzal, amikor szereted a másikat és elfogadod, de közben lemondasz egy csomó mindenről, mert sokszor ez másképp nem kivitelezhető? Akkor melyik szereted a fontosabb? Na, figyelj ide! Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon sok évvel ezelőtt láttam egy filmet, ami arról szólt, hogy végsősorban nagyjából arról szólt, egy nő és egy férfi mindenféle ok és szándék nélkül volt együtt. Nem akartak összeházasodni, nem akartak együtt élni. Egyszerűen csak élvezték azon pillanatokat, amikor együtt voltak. Úgy fogták föl a létezést, hogy jó, hogy te vagy, és jó, hogy én vagyok. És ebből megélték azt, amit megélhettek, azon örömöket, boldog pillanatokat. Majd amikor nem voltak ott egymásnak, mert éppen dolgoztak, vagy éppen a világ másik pontján voltak, akkor pedig boldogan éltek ugyanúgy, egyedül, vagy más valakivel. Nem jutott eszükbe az, hogy azt a bizonyos embert a szeretet nevében mondjuk magukhoz kössék. Mert ha belegondolsz, valójában a szeretetben erről van szó. Tudom, most sokan a szívükhöz kapnak, úristen, ugye leesnek a székről. De ha logikusan végiggondolod a dolgot, akkor igaz, amit mondok. Figyelj ide! Az emberek általában nem a párjukhoz ragaszkodnak, hanem a helyzethez, a szituációhoz, amit meg tudnak élni a másikkal. De nem csak a másikkal tudják megélni, csak éppen most vele élik meg, mert vele tudják, vele lehet, ott van rá lehetőség. Ha megnézed, legtöbb ember, nők, férfiak, az este többségében a párkapcsolatukhoz ragaszkodnak, a házassági formájukhoz ragaszkodnak, ahhoz az életformához ragaszkodnak, valaki legyen mindig ott velem esténként, legyen kihez hozzábújni, legyen kihez beszélgetni, stb. Nagyon ritka az olyan helyzet, hogy valaki azt mondja, hogy legalább annyit mondjon, hogy én igazából hozzád ragaszkodom, mert én igazából veled szeretnék élni. Mindegy, hogy mit, csak veled. És ezen túl pedig még ritkább az, amikor valaki azt tudja megélni, hogy jó, hogy vagy nekem, jó, hogy én vagyok neked, így egyek lehetünk, de nem akarok tőled semmi mást. Nem akarom azt, hogy a kedvemért megváltozz, nem akarom azt, hogy a kedvemért velem élj, nem akarom azt, hogy a kedvemért megtedd ezt, azt vagy amazt. Ez is egyfajta szeretetforma. De teljes negyértelmű, hogy ott vannak a más szeretetformák is. Mondjuk, amikor például neked is, hogy ott a család, a gyerek. Hát hogyne, az is lehet valódi és jó szeretet. De ahogy írtad, bizony-bizony, ott már meg fog jelenni a lemondás. Miért? Mert lett egy cél. Ugye lett egy célod neked, és jó esetben a másik, a párodnak is, ugye az, hogy legyen mondjuk család, hogy legyünk mondjuk együtt, legyünk mondjuk közös jövőben együtt. Ezek célok, amikért már tenni kell. És ha bármiért tenni kell, az mindig azt jelenti, hogy 50%-ban teszek, 50%-ban lemondok. Miért? Mert eldöntöm, hogy jobbra megyek, akkor a bal már nem lesz meg. Vagy fordítva, eldöntöm, hogy balra megyek, akkor a jobb már nem lesz meg. Hogyha van egy célod a pároddal kapcsolatban, vagy a pároddal együtt, akkor a lemondás garantált. De ez nem azt jelenti, hogy a szeretet az rossz. Sőt,
lehetsz nagyon boldog. A lemondás miért ott van a szeretet, hogyha valaki őszintén tudja megenni a lemondást, érted? De teljesen egyértelmű, hogy a határtalan szeretetben eltűnik, nem hogy a másik, eltűnsz még te is. És csak megélitek egymást, azt, amit jelentetek, azt a jót, azt a különlegeset, azt a végtelen egységet, mert mégis erről van szó. Oké? Római 2. Végső soron, ha a szeretet képes úgy a másikról szólni, hogy közben rólad is szól, akkor az jó lehet. Nem lehet rossz. Ha úgy szól rólad, hogy a másikról is szól, akkor már talán kicsit több benne az önzőség. Még ezt sem mondanám rossz szeretetnek, hogyha másiknak ez így elég, és neki ez így jó. Értjük a különbséget? Tudom, apró különbség volt, de hogyha még egyszer meghallgatod, akkor rá fogsz jönni, hogy miért mondtam ezt. De még ezt sem nevezném rossz szeretetnek. Én inkább azt nevezném rossz szeretetnek, ahol a szeretet nincs. Amikor már csak érzelmi zsarolás van, mondjuk, hogy a másikot maradjon. Vagy amikor folyamatosan terrorizálod a másikat, mindegy, hogy verbálisan, vagy fizikálisan, vagy akár csak csönddel, tekintettel. Ilyenkor nincsen szeretet, ilyenkor csak terror van. Nagyon sokan mondják, hogy a szereted miatt a háborúban mindent szabad, de ez egy hülyeség. Azt megmondom miért. Mert a szerelem a szerelem, a háború meg háború. A kettő nem ugyanaz. Ha már harcolsz a másikért, ott már nem szereted, ott már csak ragaszkodsz, ott már csak meg vagy őrülve, bolondulva azért, hogy másik a tiéd legyen, vagy megmaradjon, vagy megszerezhess. Az nem szerelem. Ugyan ne viccelj, más nem is szereted. Rendben. De láttam a fotódat, halálboldogoknak tűntök együtt. Ne kételkedj magadba. Oké? Emberek, ha szeret egy szerelem kérdésében, bárki bármilyen okosságot mond, legyen bármennyire és nagyon okos, nagyon bölcs, nagyon butha. Ne nagyon foglalkozzunk vele, hallgassuk meg, de ne hagyd, hogy valaki más döntsön a szíved értékéről. Rendben van. Most egy hosszú kérdés fog következni, felolvasom az egészet, figyeljetek, mert nagyon tanulságos lesz. Kedves Krisztián, hatalmas kétségek, kérdések dúlnak bennem. Orvos vagyok, nap mint nap szembesülök a vírus pusztító hatásával. Nagyon sok a beteg, meg is halnak sokan. Kismamák, várandós anyukák kerülnek gépekre, egy részük meg is hal. A kórházakban szó szerint háborús viszonyok vannak, el kell dönteni, ki kap esélyt esetleg egy lélegeztető gépre tevéssel. Hogy mi lenne elfogadható társadalmi politikai reakció, azt nem tudom. Túl sok a korlátozás, vagy túl kevés, van-e értelme, van arany középút, ezt sem tudom. És ott vannak a kollégák, akik szó szerint emberfeletti léttel próbálnak segíteni a betegeken. Ez a kettőség, ami kétséget ébreszt bennem. Látom az egyének szenvedését, halálát. De látom a korlátok okozhat károkat a társadalomban. Azt, hogy a munkahelyek elvesztése egész családok megértését nehezíti meg. És én most abban látom a kiutat, hogyha minél többen beoltatják magukat. Nem tudom, hogy ez a vírus laboratóriumban készült, vagy állatról került át az emberre. De itt van, és a probléma megoldás tekintetében nincs jelentősége. És abban is biztos vagyok, hogy egy pár nagyon sokat keresnek ezen. De ezeket nem szabad összemosni a betegágy mellett dolgozókkal. Rendszeresen hallgattam az eladásaidat és olvastam a könyveidet. Minden megnyilvánulásod, a szabad a bensőmben azt az érzést váltják ki, hogy így van, ez a valóság. Mintha egy nagyon rég hallott, megélt történetet hallanék és élnék át újra a szavaid által. De a mostani vírus oltása kapcsolatos gondolatok bizonytalanságot váltanak ki belőlem. Tudom, hogy nem vagy vírustagadó, és nagyobb összefüggés látod a képet, de úgy érzem, hogy a baj mértékét és az oltást, mint megoldást nem tart elég valóságosnak. Szerintem nagy a felelősséged, hiszen nagy hatás vagy az emberekre, hogy mit képviselsz. Ezen gondolatokat szerettem volna megosztani veled, mert fontosnak érzem őket. Szerintem sok életet lehet megmenteni az oltással, és hamarabb visszatérhetnének egy normálisabb léthez, ahol meglehetjük a szeretteinket, ahol láthatjuk az emberek mosolyát. De és hát, hogy tévedek. Jó lenne hallani a véleményedet valamilyen formában. Köszönöm és szeretettel. No, nagyon jó. Nagyon jó. Persze, na, kezdjük. Római 1. Abszolút nem vagyok vírustagadó, és sose voltam. Nagyon körüljártam a témát, már legelején szerencsére voltak komoly szakember nevezhető barátaim, akik képben voltak sokkal jobban, mint mondjuk én. Illetve már az első hírek felröppenésekor láttam olyan videókat, amik nem kerültek ki a nyilvánosságra. És a tévén keresztül nem úgy látom az energiákat, meg az aurákat, mint ahogy élőben, de azért van, hogy fölfog így is. Tehát én tudtam, hogy ez egy létező dolog.
Római 2. Nekem olyan emberek, akik valódi szakemberek, és mai napig ugye ezen területen dolgoznak, a többsége, akit megkérdeztem, azt csendben mindig azt mondták halkan, hogy hát nem tudják ez a vírus milyen, de nagyon úgy néz ki, hogy mesterségesen lett kicsit rásegítve a folyamata. De ezt csak csendben merték mondani, hiszen igazi bizonyítékuk nincs rá, csak ugye a tapasztalat. De igazad volt, jelen pillanatban a oltás kérdésében ez most mindegy. Római 3. Nekem az oltással sem lenne problémám. A probléma a következő, amit igazából nem lehet kivédeni. Csak azért akarom elmondani, hogy tudd, hogy igen, miért éreztetett össze a kis bizonytlanságot a hangomban ebből az egészen kapcsolatban. Ad egy, amit mindenki tud, hogy az egész túlságosan gyorsan készült el. Nem volt elég idő a tesztelésre, vagy ha meg már nagyon régóta ott volt a tarsolyba, akkor megint ez érdekes kérdéseket vet fel. Hát 2. Maga az egész, ahogy ezt a kapkodást előadják, és próbálják menteni a helyzetet minden országban. Mondok a példát. Egy hónappal ezelőtt mindenhol azt harsogta minden tévé, minden rádió, a világ minden pontján, hogy nehogy, aki gyereket akar most, vagy aki kismama, az nehogy beoltassa magát. Majd 3 héttel, 1 héttel később már azt mondták, hogy a kismamák azonnal oltassák be magukat. Tehát, hogy... Na, érted. Római 4. Az is kicsit zavar. Hogy úgy történnek a dolgok, ahogy előre megjóslom, sokszor napra pontosan. És ez nem azért zavar, mert hogy látnok vagyok idézőjelben, hanem azért zavar, mert az este többségében csak józan egyszerű paraszt észre gondolkodom, és egy vírus, egy természeti csapásnak nem lenne illő követni a józan paraszti emberi eszet. Érted? Tehát ez is kicsit benne a pakliba. Ennek ellenére én nem bíztatok senkit arra, hogy elkerülje az oltást. Azt is megmondom miért. Mert nem nagyon lehet, hiszen a világ erre felé halad. 2. Vagy római 4/2. A többségetek, ugye 30 pluszosok, 40 pluszosok, mindenki be van oltva. Gyerekkorunk beoltottak mindannyiunkat, TBC, stb. Ellen. Sőt, amikor elmész nyaralni külföldre, sokszor kapsz oltást malária ellen, egyéb dolgok ellen. Tehát itt nem az oltáson a probléma, ez a jelenlegi helyzet kicsit furcsa. Római 5. Emberek, amúgy, és most megint előveszem a józan, bár kicsit gonosz paraszti eszemet. Hogyha én mondjuk az oltással akarom leigázni a világot, és hogyha a titkos mikrocsippet bele akarom csempészni mondjuk az oltóanyagba, amivel majd mindenkit bezombítok, akkor nem így csinálnám, hanem úgy csinálnám, hogy az első 2-3-4-5-6 oltásban nem adnék semmi mérget, mert mindenki azt hiszi, hogy kapja a mérget. Mindenki be is oltatná magát, rész, mert fél rész, mert kötelező. És majd 5-6 év van, amikor a 28. ilyen vírus jön majd, akkor már senki sem akarja beoltatni magát, mert már mindenki elgan és elfáradt. Na és akkor, ha a sokadik oltásba csempészném bele a halálos csipet és az ellenmérget. Minek az ellenmérgét? A következő vírusnak. Ami viszont már tényleg letarolna mindenkit, és tényleg, mint a dengiláz végig söpörne az egész földön. És azonnal mindenki önként rohanna magát beoltatni a halálos csippel, és akkor aztán mindenkit bezombíthatnék. Hangsúlyozom, ez csak egy vicc. De azért megéri figyelni. Római 6. Nem, tényleg abszolút nem. Nem vagyok oltásellenes. Volt szerencsém megfogdosni, megnézni mindenféle szemeimmel az összes most keringő vakcinát, de ez maradjon köztünk, mert ez... Amúgy letagadom, hogyha valaki majd ezt megkérdezi, mert ez nem lehet volna szabad, de megnézhettem. Nem nagyon látok közöttük amúgy különbséget energetikai szempontból, tehát nem. Figyelek ide, emberek! Az tény, hogy ami nekem ebben az egész vírus helyzetben visszás volt, és kicsit gyanakvásodat okot, aznek az egésznek a kezelése, hiszen még most is azt állítom, és nem csak én állítom ezt, hanem a KSH és a világon lévő összes olyan szervezet, amelyik adatokat dolgoz fel, hogy látszat ellenére igenis nem indokolt volna ekkora egész világméretű pandémiát, egy ilyen szintű betegség. Mert igenis azok, akik meghaltak, és minden élet szörnyű, hogy így ért véget, de azoknak a 99,9%-a valószínűleg meghalt volna pár hét múlva.
mert nagyon öreg volt, és nagyon beteg volt. És igen, voltak olyanok, akik egészségesek voltak. Igen, voltak olyanok, akik egy sima influenzában nem haltak volna bele. Ez így van. De azon 10-100, több 100 millió ember, aki emiatt szenvedett, nincs arányában a kettő. Újra mondom, minden élet egyformán számít. Hát tényleg aztán nekem, tehát rám nem lehet rám fogni, hogy elitista vagyok, vagy az eugenetikában hiszek, mert nem. De tény, hogyha arányéban társadalom és a föld egész népességét egy társadalomnak vesszük, akkor hogyha így a föld népessége szempontjában nézzük a dolgokat, akkor ezzel a videgezéssel sokkal nagyobb kárt okoztunk, mint sem hasznot. És még nincs vége. Tehát engem ebből az egészben ez zavar. Hogyha oltatni kell, akkor legyen az oltás. Hát most mit tudsz tenni? Nem tudsz mit tenni. Megteheted persze, hogy kiszorulsz a világból. Figyelj, de a második világháborúban, mikor jöttek, mentek itt a orosz, meg az amerikai seregek Európában, volt, hogy találtak olyan ilyen tanyákat, és most figyelj, ahol az emberek nem tudták, hogy háború volt. Érted? Meglepődtek a katonák. Mit keresnek itt? Hát mi? Hát hogy? Hát jövünk felszabadítani. Felszabadítani? Hát ki alól? Nem is tudták, hogy háború van. Ott éltek a természet közepén, és nem tudtak semmiről, mert nem kellett, hogy tudjanak, mert egész nap el voltak, megtermelték az életüket, ételeket, italakat. Tehát megteheted azt, hogyha úgymond nem akarsz oltakozni, hogy kivonulsz a világból. De feltétleg el fogunk jutni oda, sőt, biztos el fogunk jutni oda, hogy előbb vagy utóbb az élet minden területén az oltás, mint úgymond, kötlező lesz. Persze az is meg lehet, hogy mint minden influenza járvány, ez is szépen elcsendesedik majd, és csak minden évente egyszer jön majd elő. Bár az is nagyon érdekes, hogy pár hónap ezelőtt valaki az USA-ban, vagy nem is tudom, hogy talán valahol Európában, nem is megpendítette azt, hogy milyen érdekes, hogy most, hogy itt a Covid, most nincs influenza. Normál influenza beteg, az most nem létezik, mindenki covidos. És valami konferencián hozták ezt elő, és akkor szegény, aki ott volt, szegény prof, hát nem tudott mit mondani, és akkor szegényként azt látta ki, hogy igen, mert ez a Covid, ez annyira kegyetlen, hogy kiírtja még a normál influenzát is. Ez feltétlenül nem így van. Tehát tény, hogy és most nem akarok bántani senkit, nem célzok semmire, sőt, én másik bolygóról beszélek, de tény, hogy a számokat, a fertőzések és halottak számát valahogy mindig úgy alakítják az illetékesek, ahogy épp az aktuális politikai irányzatnak megfelel. Figyelnek a fogalmatásokat. Ha az a párt mondja a híreket, ki szeretne a kormány ellen dolgozni, az mindig azt mondja, úristen, már 200 fölött a halottaknak a száma, mert 201 halott volt egy nap. Amikor meg a kormánypárt mondja a híreket, akinek az az érdeke, ugye, hogy gyógyuljunk, az meg azt mondja, úr emberek, annyira jó, hát már majdnem 200 alatt vagyunk. Ugye, mindenki úgy hazudik, ahogy nem szégyel. No, mindegy. Tehát én, igen, hát sose voltam oltást tagadó, nem is ez volt nekem ez a problémám. Inkább mondom, hogy a kezelte a világ ez helyzetet, és mondjuk nézd meg most is, ugye mi zajlik. Hát ugye többféle oltást lehet kapni a világ minden pontján. És hát már most, ugye már elkezdődtek a abszolút üzleti alapon történő, tehát lehet, a politikai alapon történő gyilkolásai a különböző oltóanyagoknak, hiszen mindenki pontosan tudja, hogy nem azért tiltanak be egy-egy oltást adott országokban, vagy nem fogadnak el úgymond egy-egy oltástípus adott országokban, mert annyira rosszabb lenne a többinél, ugyan már, hát orvos vagy, hát pontosan tudod te is, és mindenki, aki kicsit is tanultabb, hogy minden gyógyszernek, minden oltásnak van káros mellékhatása, nincsen, amelyiknek nincsen. Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy ugye mind politikai és mindegyéb okok miatt megindul a játék az emberek életével. És már most ugye több ország bejelentette, hogy bizonyos oltásokat, amikkel a világ egyik felét már beoltották, azt ugye nem fogadják el, nem utazhatsz be azzal az oltással. Akkor mi lesz majd? Egy év múlva megállapodnak, és lesz egy univerzális újabb koktéloltás, ami az összes oltás majd tartalmazza? Vagy lesz egy majd egy elfogadott három év múlva, akivel újra be kell oltatni magadat? Hiszen például ott van mondjuk ugye Svédország. Svédországban kitalálták, hogy emberi alanyi jogon és egyáltalán ugye a korrektség nevében ott nem lehet oltásnak a formáját kérni, mi több, meg sem lehet mondani, hogy kit milyen típusú oltóanyaggal oltottak be, nem tüntetik föl úgymond majd a oltás igazolványokon, hogy milyen típusú oltással van beoltva. Tehát ez azt jelenti majd, hogy a svédek nem mehetnek a világon sehová, mert őket hogy engedik be abba az országba, amelyik azt mondja mondjuk, hogy hozzá az orosz vagy a kínai vakcinával beoltottak nem jöhetnek be. Tehát elképesztő dilettantizmus
illetve mondjuk őszintén szándékos rossz indulat, üzleti érdekek által és politikai érdekek által vezérelt olyan rossz indulatot lehet itt látni, hogy pontosan magasról tesznek az emberekre. Tehát engem ez zavart ebbe az egész vírus szituációba, ezért próbáltam felhívni a figyelmet arra, és mindig most is próbálom, hogy sokkal többet árt az embereknek ez a helyzet, a félelem, a rettegés, ez a fajta gyógyszerekkel való problémázás. Az, hogy több millió, több tízmillió ember nem jutott hozzá orvosi kezelésekhez, az, hogy több tíz, vagy talán több százmillió ember a világon, sőt, inkább százmilliós nagyságrendről lehet beszélni, lett az, aki elvesztette a munkáját, akinek olyan szinten felborult az élete, hogy feltehetőleg nem csak ő, de még a gyerekei sem fognak tudni majd igazából talpra állni. Úgyhogy összegezve nem vagyok oltáslenes, és igazad van, persze, hogyha emberi léptéken nézzük a dolgokat, akkor ez a betegség, mint minden más betegség, mindenképp valamilyen kezelést érdemel. Hát hogyne, hát persze. De tudom, hogy neked is van egy olyan spirituális vénád már, ami már azért kezd túllátni az anyagon. Megjegyzem, nagyon nehéz dolgod van, hiszen állandóan szembesülsz nap mint nap a fizikai valósággal, ami az általános közhiedelem ellenére abszolút valóságos, emberek. A fizikai lét az nem illúzió, hiszen itt vagy benne. A fájdalom, a halál az mind valóságos. Tehát így aztán nehéz túllátni az anyagon, de ha fogod magad, és úgy el tudod engedni a korlátokat, rá fogsz érezni arra, hogy legyen valami jó vagy rossz, legyen valami természetes vagy természetellenes, legyen valami fekete vagy fehér, legyen valami követni való, vagy éppen tagadni való. Mégis mindig minden a helyén van. Az élet épp úgy, mint a halál. Nem lehetnek máshogy a dolga. És noha van szabad akarat, valójában mégsem. Oké? Kedves Krisztián, ma húsvét hétfő van, és még nem szaggassák az istrángot a locsoló, nem zörgetnek a kapumon, ezért bátorkodom írni egy csendes dóméretű levelet. Néhány évvel csodálatos tavasz napon kifeküdtem a kertembe, egy matrasz társaságában pihentem, gyönyörködtem, élveztem a hangot, a formákat. Hatalmas fenyőfák, tuják, nyírfák, kellemes szellő, pontyú hőmérséklet. Már kb. Félre hűsögettem, és megállt volna az idő. Nehéz szavakba önteni, de mintha eltűntem volna, és minden én voltam, mégis először nem fogtam fel, mi történt. Soha nem felejtem el, én voltam a szél, a matrac, a beton, a fák, minden. Hálát érzek, amikor csak rá gondolok, mi volt ez? Elővettem a nappal is könyvedet, és érteni véltem az utolsó oldalakat. A kérdésem az, hogy mit tegyek újra, megtörténjen ez. Előtte se féltem a haláltól, de ez olyan meggyőző erő volt. Miért nem megy akkor, amikor akarom? Talán mert nagyon akarom, mert olyan jó volt. A márciusi megválaszolatlan kérdések 31 perc körül elültetted a fülemben a bogarat, mert azt mondtad, sokkal többről van itt szó, mint sem, hogy emberi elmével fel lehetne fogni. Én azért megkísérelném, ha nem megy, nem baj. Na, figyelj ide! Az volt, amit gondolsz róla. Igen, egyfajta ilyen valóságos élmény. A következőt kell megérteni. Ugye itt a fizikai világban ugye van egy okokozati rendszer, ugye? Telik az idő. Ugye elengedek valamit, az leesik. Az élmények határozzák meg az embert, ugye? A múltja határozza meg az embert. Hogyha valakinek kitörlik az emlékeit, akkor olyan, mintha csúnya szóval, mintha ellopnák a lelkét, nem? Nem tudja ki ő, mi ő, csak áll, mint egy zöldség. Tehát itt ebben a fizikai világban okokozati rendszerben létezünk. Ennek az a feltétele, hogy legyenek korlátok, erős vastag korlátok, hogy ne egyszerre érzékeld a dolgokat, hanem egymás után, hogy az elme a maga alaposságával ezeket fel tudja dolgozni, fel tudja fogni. Amikor a korlátok olykor eltűnnek, akkor megéled a valóságot, azt a fizikai valóságon túlmutató valóságot, hogy dolgok egyszerre léteznek, hiszen ha belegondolsz, amikor megállsz te Portugália partján a tengerbe, a bokádat áztatva, és a barátod megáll mondjuk New Yorknál a tengerparton áztatva a bokáját, a jó kis olajos vízben, akkor a ti lábaitokat a tenger egyszerre nyaldossa. Hiába vagytok egymástól 7000 km távolságban, hiába telne egy hajóval 4-5 napig az út, egy nagy
luxus hajóval, ugye, ilyen Titanic-kal, akkor is egyszerre történik az élmény, ugye? Na most ezt emberi elmével felfogni nagyon nehéz. Amikor valaki, fogalmazok úgy, mint szerencséje van, és pillanatra megél a korlátai felszabadulását, akkor ilyen élményeket tapasztal meg. Egyfajta ilyen meglágosodásszerű élményke. Oké? Okay? Tök jó különben. Igen, azért nem jön, mert akarod, persze. Hát az akarat ugye az elme. Az elme ugye okokozatban gondolkodik, tehát minden inkább akarod, annál inkább nem fog jönni. Sőt, ez nagyon becsapós, mert ha akarod mondjuk az korlátai feloldását, akkor is csak a korlátaid fognak erősödni. Ezért éri meg gyakorolni a tudatosságot, mert amikor az ember megél egyfajta határtalan jelent, és nem csak pillanatokra, hanem folyamatosan, akkor előbb-utóbb ebben a határtalan jelenben megjelenik egy másfajta akarata, fogalmazzunk így, egy olyan akarat, ami már nem az elmé, nem az egói, és akkor már az élményeket ezzel az akarattal, már a határok, korlátok feloldását már meg lehet relatív tudatosan tenni. Oké? Okay? Jó élmény különben, de ne akar hasonlót. Emberek, nagyon fontos. Ugye van az ősi mondás, ugyanabban a folyóban nem lehet kétszer belelépni. De ez nem azért van, mert mindenki azt hiszi, hogy a folyó folyik. Nem. Azért van, mert te, aki lép, te változol. Mert egy másodperccel később már más vagy, mint egy másodperccel korábban. Nem csak a folyó változik, hanem te is. Magyarán, ha volt egy élményed, ne ragaszkodj ahhoz az élményhez, mert már több lettél azóta, már sokkal másabb, tartalmasabb, gondolom, hogy ennél is mélyebb élményed lehet, oké? Okay? Ne ragaszkodj ehhez a megtörtént eseményhez, hagyjad, hogy újra megtörténjen. Rendben van. Azt szeretném kérdezni Krisztiántól, hogy van-e remény arra, hogy egy normális, szabad, szeretetteljes világot fel tudjunk építeni? Ha igen, ezt hogyan tudjuk megvalósítani? Amire megy most a világ, azt látom, hogy az emberi szabadság meg fog szűnni. Az emberi kapcsolatok és kultúrák elsorvadnak. Mi ebből a kiút? Az biztos, hogy az emberi kultúránk és a szabadságjog az változik. Nem feltétlenül sorvadás, de változik. Az is tény, hogy most már megfigyelhető egyfajta, hát igen, egyfajta életellenesség, nem csak emberi szinten, hanem társadalmi nép, vagy éppen kontinensek szintjén is. Ha megnézed, sosem volt olyan a történelem folyamán, hogy az intelligens, értelmes embereknek nevezett emberek ahelyett, hogy tényleg sok gyerekes családokat nevelnének, helyette inkább a kis elefántcsontunkban ücsörögnek, és csak bámulják a világot, vagy éppen csak az őseik nagyságáról, meg a múlt nagyságáról álmodoznak, ábrándoznak, miközben nem élnek. Ez azért nem volt jellemző régen az intellektuális társadalmi kasztra sem. Most valahogy e felé halad a világ, fiataloknál főleg, hogy igenis a többség nem vagy csak majd valami ködös akar családot és gyereket, és inkább teljesen más élményeket akarnak megélni a létezésben. Sokszor olyan élményekbe menekülnek bele, amikről pontosan tudják, hogy nem valódiak, mint egy virtuális élményekbe. Mert ugye valódivá teszik őket a megéléskor, ez igaz. Na de lényeg, hogy igen, a változás az kézzelfogható. Én hiszek abban, hogy az emberiség egyszer egy nagyobb része, úgymond felébred, fogalmazunk így, hát amúgy minek koptatnám itt a számot. Persze. De valahogy úgy látom, hogy ez nem most lesz. Nagyon sokan mondják, hogy ilyen korszak, paradigmaváltás és stb. Zajlik már évek óta. De valahogy olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, hogy a többség csak szeretné, hogy ez így legyen, mert hogy annyira fél, hogy ez nem így lesz. Hogy próbálja meglátni a sötét szobában a fekete macskát, ami jó sincs. Egyértelmű, hogy az emberiségnek itt most már a globalizáció miatt két útja van. Vagy tudatossá válik, és pár száz éven belül ráébred arra, hogy egységben létezik mindenki mindenkivel, és hogy a háborúnak, a másik gyilkolásának, a másik tönkretétlenek nincs értelme. Vagy hosszú távon igen, a kultúrák és a társadalmak összedőlnek, mert az ego felzabálja. Tehát választani kell majd. És noha nem akarok borulátó dolgokat mondani, de úgy vettem észre, hogy ha bármelyik jövő is következik be, az, hogy az emberek össze tudnak fogni, és tudatossá válnak, és szeretetben tudnak majd élni, szabadságban, vagy az,
hogy inkább mindenki bezombul, és egyfajta ilyen Orwelli, vagy éppen a Huxley-nak ez a jövőképe jön létre. Bármelyik is jön létre, az odavezető út, a küszöb, az mindig, hát hogy fogalmazzak, vérrel van átutatva. Tehát valahol az összeomlás nem kerülhető el, a mértéke a kulcs. Figyelj ide, ez olyan, mint hogy az ember üzletben gondolkodik. Az üzleti életben, ha megindulsz előre, mindig van egy olyan szint, ahol törvényszerű, hogy úgymond bukni fogsz. Azt az okos üzletember tudja, és nem a bukást akarja elkerülni, mert azt bizonyos szintnél már nem lehet. A bukás az csak egy lefele menetel, hogy utána újra még magasabbra emelkedhessen, de elengedhetetlen olykor-olykor egy-egy lefele görbe. Tehát a bölcs üzletember az azt csinálja, hogy fogja és kipárnázza, hogy még a lezuhan a magasból, legalább párnára essen. Tehát védekezik, úgymond. Ezt megtehetnék már tudatos emberek is majd, hogy amikor a változás húsba vágó lesz, akkor csak kisebb kék foltok legyenek, ne pedig karok és lábak szakadjanak le. Ja, de mondom, mindenkinek, én hiszek abban, hogy az ember ott van potenciál. Mindig is hittem az emberiségben, jó párszor tettem le mellette a voksomat, úgyhogy most is hiszek. És igenis, nagyon fontos a következő. Múltra kaptam egy kérdést, és megválaszoltam, de csak e-mailben, de elmondom nektek nagyjából, hogy igenis, noha a megváltás mindenkinek egyéni, a megvilágosodás, a jelenlét, a szabadság az mindenkinek a saját belső útja. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet összefogni másokkal, sőt, hát dehogy nem. Ahhoz, hogy valaki megélje a saját belső szabadságát, ahhoz a másiknak a szabadságára is szükség van. Emberek, hát egységben éltek, hiába vagyunk különböző testekben, nincs különbség. De van különbség, de nem más, érted, a másik. Rendben, nehogy azt higgyétek, hogy el kell fordulni másitól, és akkor belül a kis meditációs fülkétben majd megvilágosodsz. Nem, az kell a többi egyén is. Hát hogyne. Szia, Krisztián! Az én kérdés már fekete mágiával kapcsolatos. Mit gondolsz erről? Van-e ilyen, és hogy hat az emberre? Miért hat rám? Hogy tudsz elne tenni? Na, maga mágia az nem más, mint ugye erő. Azt hittem, a szó is valami ilyesmit jelent. A mágia, mint olyan, már nem egy korlátlan erő, tehát nem egy nyers erő, nem egy káosz, egy határtlanság, hanem egy fókuszált erő. Úgy akkor válik mágiává, hogy kap egy célt. Az erő magában semmi, az általában csak rombol. Ha célt kap, akkor építhet, vagy rombolhat. Tehát a mágia nem más, mint egy fókuszált erő, aminek van ugye egy célja, ugye van egy magja. Ez nézőpont kérdése, hogy ez fehér vagy fekete mágia. Ugye klasszikusan a fekete mágának ugye azt nevezik, amikor a mag, a cél pont egyértelmű ártásával van feltöltve. Fizikai ártás, lelki-szellemi ártás vagy halál. Ha belegondolsz, nagyon sokan a fehér mágiához sorolják a szerelmi kötést, de ha belegondolsz, az valóban működne, hogy te elmész a mágushoz, azt neki rakad pénzt, és akkor ő eléri, hogy a átlag kiválasztott férfi vagy nőben itt szerelmes legyen és hozzád kötődjön, azért ez akkor nem nevezném fehér mágiának. Hiszen a másikat megfogtod a szabad akaratától. Ja. A klasszikus mágia, mint olyan, a mostani fizikai univerzumunkban, nem, a mostani fizikai világom itt a Földön nem úgy létezik, mint valaha. Egyrészt az ember sem alkalmas már annyira arra, mint régen volt, bizonyos szervei, amik a energiát tudták fókuszálni, és egy fizikai szervek voltak, már nem léteznek, vagy sokkal csökevényesebbek. Maga a fizikai dimenzió is másmilyen. Még a Föld is más pályán mozog az univerzumban. Illetve mondom, maga a fizikai dimenzió sokkal, nevezzük mondjuk úgy, hogy szilárdabb. A tudat is jobban azonosult a fizikai törvényekkel különböző okok miatt. Úgyhogy az, amit tényleg több százezer év ezelőtt adott, akkor is jó képességű, fogalmazunk itt, különleges képességű egyének képesek voltak, az ma már nem áll. Ugyanabban az erő, energia és fókuszálással, de mondjuk, ami 300 év ezelőtt tudtam egy mágiát csinálni a semmiből, ma csak arra vagyok képes, hogy picit meg tudom lobogtatni a lángnyeleket. Tehát utóbbit azért mondom, mert sokan látták, és tudom, hogy megindulnak a pletykák. Nem tudok tüzet csinálni a semmiből. Mert már nincs meg hozzá a fizikai fókuszom. Elképzelhető, valakinek van, valaki nagyon sokat gyakorolja, én nem gyakoroltam,
De a trükköket leszámítva, amiket láthatsz az interneten, csak trükkök, nagyon kevés olyan ember létezik a Földön, nem is nevezem talán embernek, aki a tudatával képes mágikus hatást kiváltani. Rendben van? Római 2. A mágia úgy működik, hogy ugye mindenki össze van kötve mindenkivel. Képzeld úgy, hogy van a köldögzsinór, ugye? Anyai gyermeke között. Na már most, ilyen köldögzsinórra van összekötve mindenki energetikai szinten. Vannak erősebb köldögzsinórok, energetikai köldögzsinórok, például mondjuk a családtagok, vagy a barátok, vagy a szerelmesek között. Relatív elős köldögzsinórok vannak különben az azonos hitvilágúak, a azonos nemzethez tartozók között is, azonos kultúrákhoz tartozók között is. És valakivel meggyengébb köldögzsinór köt össze energetikával. Lényeg, hogy össze van kötve mindenki mindenkivel, mint egy nagy neuronháló az agyban, pont olyan a Föld energetikailag, csak neuronok mondjuk az emberek. Áramlik mindenki között érzelmek, gondolat, mindenki fölfogja mindenkiét, csak ugye, mint mondottam volt korábban, hogy az elme, hogy ne bolondulj meg, ezeket elzárja, és csak néha-néha sugallat, tehetség formájában engedi át. Nem véletlen, ugye, hogy van az a helyzet, nem jut eszembe a neve, a latin szó, de majd kidobja az agyam, amikor a világ két ellentétes pontján, mint Ausztráliában és Amerikában, ugyanakkor, ugyanabban a percben adnak meg tök egyforma találmányt. Akkor, amikor nincs szó plágiumról. Csak mind a két ember akkor világosodott meg abban a pillanatban, mert közösen mind a kettő fölfogta azt a lehetőséget az univerzumban, amit a találmány jelentett. Tehát ez a kötés létezik. Magyarán, és most a lényeg a kérdésedre, ha valaki elég erősen tud mondjuk gyűlöletet, haragot, boldogságot, szeretetet megélni, akkor ez szétáramlik belőle, és ennek köldögzsinóron keresztül megkapják nagyobb adagban a barátok, ismerősök, rokonok, kisebb adagban a közeli ismerősök, vérrokonok, vagy nem is vérrokonok, hanem nemzetrokonok, tehát aki hozzá tartozik, még kisebb adagban az idegenek. Végre ezek a hálón, és mindenkit valamilyen szinten átmos. Mivel nagyjából mindenki ember a Földön, ezért mindenki helyek köz egyformán mosogatja át a másikat. Ha valaki viszont sokat gyakorol, tudatosan fókuszál, akkor megteheti azt, hogy nagyobb energiát tud átlökni ezen a szálakon, mint amennyit a szálon lévő célszemély elméje ki tud védeni. Tehát elméletileg lehetséges az, hogy valaki olyan erősen küldjön rád mondjuk a gyűlölete, vagy a haragja által egy hatást, ami benned egy romboló hatást vált ki, mondjuk betegség, vagy rosszul lét formájában. Hangsúlyozom, elméletileg, gyakorlatilag ezt nagyon nehéz kivitelezni. Kevés olyan képességű egyén van, aki tényleg képes arra, hogy komoly hatást érne el így, úgymond a fekete mágiával, fogalmazunk így, a szándékot fókuszált gyűlöletével. Tudom, én ismertem olyat, és próbálkozott, és én kértem, hogy próbálkozzon, tehát hagytam, és kíváncsi voltam, hogy valóban is tényleg tudod hatni. Jó, relatív könnyen leszeretném a tudatosság egy fokán, de ez nem számít. Különben nem lehet befolyásolni. Így nem. De valóban, de hangsúlyozom, nagyon kevesen vannak. Az este többségében különben az emberi elme a gyűlöletet, a haragot jobban föl tudja magában szítani, mint mondjuk a szeretetet. De láttam olyat is, ilyen fehér mágus is, aki képes volt arra, úgymond, hogy elmélyüljön a szeretetében bármikor, amikor akart. És ezáltal maga körül mindenkit egyfajta szeretet állapotában segített. Aki volt amúgy a szeretett kurzuson, azt megélhette ott ezt olykor, mikor voltak egy közös gyakorlataink, mert ott én ezt szoktam csinálni többek közt, hogy úgy segítsem a szeretet megélését. De ez nem egy akkora vasszizdász, tehát nem egy nagy dolog. Én nem vagyok egy nagy gyakorló mágus, nem érdekelt soha nálam, sokkal képzettebbek is vannak. De nagyon kevesen, oké? Okay? Római 3. Az este többsége, mint fekete mágia behatásnak gondolsz, hogy most valaki lemágiázott, vagy érted, valami kisebbségi, vagy többségi népcsoport rasznak a egyik polgára megátkozott. Az este többségében az nem azért következik be, mert tényleg megátkoztak, egyszerűen csak a félelmed kivetít valamit, oké? Okay? Nem kell pánikolni. Nem kell. Kedves Krisztián, mit okoz a mikrohullám? Spiri ismerőség szerint rontja az ételt energetikailag. De mit látsz ebből? Hasonló kategória mindenféle tartós haszlet, térfogatnövelők, hordozóanyagok és stb. A bomlasztja az anyagi hálót a mikrohullám.
ez amúgy igaz. Tehát a sejtszintű hálót bomlasztja. Nem túl szerencsés, én ezt szívesen használom, de hát sokkal könnyen meglegítek egy adagrist a mikróban, mint sem máshogy. Nem okoz akkora galibát, amúgy, mint sokan hiszik. Nem okoz sokkal nagyobbat, mint mondjuk egy emagulászerű, meg egy ilyen egyéb finom dolgok. De figyeljetek ide, az emberi élet úgy működik, jelen pillanatban a Földön, meg az elmúlt 30 ezer évben már úgy működik, hogy a pusztítás tart minket életben. Az, hogy megesszük az állatot, hogy megesszük a növényt. Sokan hiszik azt, hogy lehet táplálkozás nélkül is élni, de ez nem teljesen igaz ebben a formában. Ma már nem, máshogy működik a rendszer. Azok, akik ma úgymond nagyon kevés étel, vagy éppen ételfogyasztás nélkül is sokáig tudnak élni, ha megnézed, az este többségében egyik sem köműves. Tehát nem igazán végez fizikai munkát, ücsörög a fa alatt, és elképesztő ráncos asszott testtel néha imádkozik egyet. Máshogy működik a rendszer. Arra akarok kiukadni, hogy minden, amit azért teszel, hogy életben maradj, az valahol téged gyilkol is. Tehát minden tápláléknak, minden létező, a legtermészetesebb tápláléknak is van úgymond káros hatása, hogyha az adott bevitelt túlzásba viszed. Húsnak, növénynek, vitaminnak, mindennek, a legjobb gyógyszernek is, ami természetes gyógyszer, mindennek, van káros hatása, nem megfelelő mennyiséget fogyasztasz belőle. Illetve van olyan is, hogyha kevesebb fogyasztasz belőle, akkor is a jó hatása, jótékony hatásai mellett vannak káros hatásai is. Na már most a tudomány azt szeretné elérni, amit sosem fog különben, legalábbis remélem, mert felborítaná az egyensúlyt, hogy próbálja maga módján kivenni a káros hatásokat a jó hatások megtartása mellett az adott növényekből, termékekből, állatokból, stb. Nem fog ez sikerülni, mivel úgy van összerakva a rendszer, hogy szükség van a káros hatásokra is. Plusz, ami nagyon nagy baj, ugye, hogy a tudomány már leginkább nem ezért dolgozik, amit most elmondtam, hanem ugye a pénzért. Magyarán nem arra törekszik, hogy a káros hatásokat kivonja a képletből, hanem arra, hogy minél olcsóbban elő tudjon állítani valamit, ami a természetes útján drága lenne. Magyarán, mivel a kapitalista világszemlélet egy folytonos növekedés prognosztizál, abban gondolkodik, hogy a folytonos gazdasági növekedés kell ahhoz, hogy a cég túléljen. Előbb-utóbb nem lehet a gazdasági növekedést fenntartani, csak úgy, ha csökkentik a költségeket. Tehát nem úgy lesz nagyobb a bevétel, hogy többet adsz el, hanem úgy, hogy kevesebbért állítod el a terméket. Na és akkor itt jönnek a mindenféle finom műanyagok és egyéb dolgok, amit beletesznek az ételbe azért, hogy ugyanazt az ízt, vagy egy felfokozott jobb ízt tudjanak elérni azzal, hogy spórolnak. Ja, ezek is alapvetően rontják a testállagot, de a tudatosságot nem. Embert nagyon fontos megérteni a következőt. A tudatodra nincs olyan fizikai anyag, esemény, semmi, ami hatna rá, vagy kényszerítené bármire, olyat nem tud csinálni. A kémia, a fizikát, hogy tudna? Tudatod akkor is tudod, hogy ha nincs is teste. Akkor is létezik az egyén, a határtlan egyén, ha nincs is anyag, amikor nem volt anyaguniverzum, fogalmazunk így, akkor is létezett. Tehát ez mindig, ne vicceltek, nincs hozzá köze. Amit viszont meg lehet itt tenni, és nagyon hasonlít rá folyamat, az az, hogy képes arra egy anyagi szer, mondjuk, egy méreganyag, egy mikrohullám, ha túlzásba viszed, hogy felbomlaszt olyan fizikai folyamatokat benned, amelyen keresztül, fogalmazunk így, képes volt a tudat átlényegíteni a testet, magyarán a test idézőjelben mondva, de valamilyen szinten hangsúlyozom, csak idézőjel mondom, tehát megszakad a kapcsolat, és ezért úgy tűnhet, mintha hatna a tudatra, a tudatodra, arra nem hagy semmi, nem tudsz vele kapcsolódni, és akkor már úgy érzed, mintha a tudatod vesztett volna el, de ez nem igaz, nem azt veszíted el, nem a részeit veszíted el, hanem a kapcsolódási lehetőséget. Stim? Kedves Krisz, szeretném a beszélni az eladásod arról, hogy más bőgökkor milyen életformák élnek, és a dimenziók felépítéséről is. Egyébként köszönjük a sok online hanganyagot, rengeteg embernek hatalmas segítség ezekben az időkben. Figyelj ide, nagyon-nagyon sokat tudnék erről beszélni, de a többségét nem biztos, hogy úgy van. Nagyon rég fogalmazunk így. Tehát nagyon régi emlékeim vannak erről, nem tudom neked 100%-osan megmondani, vagy megígérni, hogy nem keverek össze tereket, időket, mert azért hát az én agyam sem erre van kitalálva, mint hogy senki se.
Én úgy csinálom, hogy kvázi kijátszom az agyamat, fogalmazunk így, de nem könnyű. Nem mondhatom neked azt, hogy én vagyok az orákulum, az igazság kutyfője. Megérzem, senki sem mondhatnád. De mindenki azt mondta, amit akar. Amit így tapasztaltam, az, hogy például ugye az univerzum szerkezetében, fogalmazunk így, ugye a hasonlóságok vannak. A legtöbb bolygón hasonló formák alakulnak ki. Egyfajta humanoid létformákról beszélhetünk. Két kéz, két láb, fej, vagy hasonló a gravitációs és egyéb állandók miatt. Természetesen vannak változások. Ugye más anyagok, nem mindenhol szén alapú az élet például. Sőt, vannak egész extra dolgok is. Emlékszem például olyan élő lényekre is, akik leginkább a poliphoz voltak hasonlók, mégis nagyon fejlett létezésben éltek. Egyszer olvasom egy tanulmányt egy amerikai tudóstól, hogy azért nem hisz az ilyen vízben kifejlődött fejlett intelligenciában, egy vízbolygón, ahol csak víz van, nincs szárazföld. Hogy sosem lehet fejlett intelligencia, miért? Mert nem tudtak volna sosem az ott lakók tüzet gyújtani. És ebben van igazság. De én emlékszem olyanra, hogy egy víz alatti létezésben létezünk, és hogy egy különleges anyag volt, ami hasonlított így látványra egy nagy jégtömbszerűségbe zárt lávára, láva, tehát ott ugye a forróságra, ez mondta, jégtömbszerűségbe zárt lávára, és ezáltal volt meleg, és volt energia. Tehát hangsúlyozom, azért az univerzum, főleg, hogy haladunk túl a galaxisból, és haladunk úgymond, fogalmazunk úgy a közepe felé, bár ez sántít, de maradjunk ennyiben, ott azért nagyon más gravitációk, más törvények, más létformák is létrejöttek. Ja, van olyan, arra is emlékszem, hogy van olyan létezés, ami már ilyen félanyagi, tehát szabadon tudtuk fölvenni a formákat, és átütni, ha kellett, akkor a fizikai világban, úgymond a semmiből annyit láttál volna te, mint fizikai ember, hogy a semmiből egyszerűen megjelenik egy nagy fénylő, kékes lilás fényben fénylő ilyen, hát nevezzük madárszerű alaknak, tehát szárnyas alaknak, aki aztán később vissza eltűnik ebből a dimenzióban, vagy visszamegy a sajátjába. Ja, de hát mondom, sok, nagyon sokféle van. Most egyszer-kétszer volt szerencsém neten belefutni mindenfajta 328 idegenről tudunk típusú szépen festett rajzokba. Hát a többsége az, abban fogalmazok, hogy én nem találkoztam. Ez nem azt jelenti, hogy nincs, de nem találkoztam. A többségét inkább a fantázia termékének vélem. De tényleg én is belefutottam olyanba, akik egyfajta ilyen hüllőszerű, tehát tényleg egy gyík, vagy egy kígyó fejlődött, vagy krokodil fejlődött volna tovább. De újra mondom, én nem futottam bele ezekbe a klasszikus gyík emberekbe. Hanem egy Isten valaki tényleg hallgatja az adást, aki nem erről a bolygóról származik, nyugodtan keressen már meg, és mondja már el, hogy, hogy honnan jött. Ja. Valahol hallottam már elméleteket, hogy léteznek úgymond ilyen 15-20 méter magas élőlények, akik képesek más bolygókon létezni, és időttek a Földre. Emlékeim szerint tény is való, hogy valóban volt olyan, hogy ha most kivetítem, arányokat próbálok nézni, hogy tényleg sokkal-sokkal magasabb volt az intelligens élőlény, mint az ember, de nem két lábon járó, vagy nem egészen ilyen humanoid, tehát nem egy klasszikus óriás, képzeljétek el. Ilyen 20 méter magas űrhajósokkal nem találkoztam, de tény, hogy emlékszem olyan létformákra, akik sokkal-sokkal-sokkal magasabbak voltak, mint a mai ember. Erről sok vitam egy különben, ugye, hogy összetörne a csontvált a saját súlya alatt. De újra szeretném hangsúlyozni, hogy nem mindenhol szénlapú az élet. Valahol egy szilikonhosszerű anyagot kell elképzelni, sokkal masszívabbak az élőlények. Ja. Úgyhogy rengeteg szép hely van az univerzumban. Én mindig is gyerekkoromban csillagász akartam lenni óvodásként. Csillagász és kukás, ez a két nagy álmom volt óvodáskoromban.
De amikor rájöttem, hogy a csillagászok nem a csillagokat látják, csak ilyen szürke pacákat a monitorokon, akkor kicsit elment tőle a kedvem. Jó lett volna, hogyha beülök a nagy csillagvizsgálóba, és akkor meglátom, hogy az Alpha Centauri éppen mi van a bolygón. Ez majd azt hiszem testnélküli felfedezéseket igényel. Kedves Krisztián, az lenne a kérdésem, hogyan lehet a szeretet teréből fordulni valaki felé, akit amúgy a hátam közepére se. Van egy új szomszédunk, megkeseríti az életünket. Bár itt megtehet, cserébe tőlünk, zeneg a környék, szagoljuk a kéményfüstlést, cigarettázást. Hogy lehet elérni, az én emberek ne érintsenek érzelmileg a negatívan, hogy most érintenek? Hogy lehet elfogad lenni azokkal az emberekkel, akik amúgy szeretnék a bunkók retén önző primitív jelzővel illetni? Emberek, figyeljetek ide! Hát sehogy. Hogy lehetne? Ne viccelj már. Nem lehet. Hát valaki bunkó kretén, akkor az az. Hát akkor nem fogod tudni szeretni. Magadra erőltetheted, ugye? Emberek, a demokrácia végig is mi? Hát nem más, mint egy magadra erőltetett udvariasság. Hát persze, a demokrácia csak így működik, ha ezt mindenki megteszi. Ha mindenki úgy figyel a másikra, mint sem saját magára. Mivel az embereknek ez nem megy, ezért mondom mindig, nem csak én, hanem az okosok is, hogy a demokrácia mint olyan egy ökörség, mert sosem fog működni, hiszen nem minden ember olyan nagyon szépen hangzó elv, és igen, olykor-olykor kisebb közösségekben működik, de nem véletlen, hogy nem csak az állatvilágban, de az embereknél is nagyon sokáig azzal büntettek valakit, aki nem volt hajlandó a közösség elveit elfogadni. Például hiába mondta neki többször valaki, hogy ne cigizna az orra alatt, de csak azért is oda cigizett és röhögött rajta, hogy fotó, és a közösség kivetette magából, elüldözte. Mert ugye a vadonban ugye egyedül nem lehet túlélni. Tehát ez a kárzi, hogy a halás itt lett volt. Tehát szeretném hangsúlyozni, én estekben az elfogadás nem fog menni. Római 2. De természetesen mehetne is akár, de ez nem így működik. Megszeretni azt, amit nem lehet szeretni, azt nem lehet. Hát hogy tudnál? De szeretetté válni, azt lehet. Azt megteted, hogy a szeretetté válsz, hogy azt hagyod, hogy az legyél, hogy az jöjjön belőled, az csak az áramoljon. Ilyenkor valahol megszűnik a fizikai figyelem, valahogy nem fogod észrevenni a másiknak a bunkózását, fogalmazzunk ki, csak azt fogod látni benne azt a sérült kis leint, ugye, aki belül a testében tombol, vagy kuporog, vagy fél, vagy retteg, mert hát minél deviásabban, minél önzőbben, minél lekezelőbben viselkedik valaki, annál több benne a rettegés és a félelem és a szenvedés. Hát persze. Úgyhogy ezt lehet. Meg kell tanulni a határtalan szeretetben létezni. Nem véletlenül tettem erre a hangsúlyt az elmúlt másfél-két évben, és a következő 8-10 évben még ez is lesz a hangsúly. Mert ugye Buddha mondta, hogy az élet szenvedés, és ebben igaza van. De azt nem tette hozzá, hogy az öntudatlan élet a szenvedés. A tudatos élet már nem az. Már az lehet, hogy nem az. Mert a tudatosságnak egy fokán a határtalan szeretetben tudsz létezni. És akkor történjék bármit. Legyél beteg, egészséges. Legyél öreg, fiatal. Legyen egyedül életed, vagy éppen tahó szomszéddal. Akkor is a szeretetben tudsz létezni. De újra mondom, ez nem úgy működik, hogy szenvedsz a tahó szomszédtól, majd őt megtalálod megszeretni, az nem fog menni. Éld meg a szeretetet, és akkor a szomszéd már nem lesz tahó. Oké? Nem fog megváltozni a viselkedése, csak már nem fogod így megélni. Rendben? Szia Krisz, nagyjából 10 év vagyok a munkaerőpiacon, és ez az alatt több munkahelyen dolgoztam. A megfelelő hozzáállásom és munkavégzésem miatt szinte mindenhol be volt ígérve az elléptetés, azonban sosem sikerült feljebb lépnem rajtam kívülálló okokból. Munkahely megszűnés, személyváltozások. Egyszerűen, mintha mindig rosszkor lennék rossz helyen. És ezzel most már kicsit kezdte lenni a répám. Mit kell tennem annak érdekében, hogy az ígéretek valóra váljanak? Valami rosszul csinálnak, vagy csak ez van megírva? Nem. Megírva nincs ilyen, hogy valami meg van írva. Ez nem így működik. A sors számára nem a fizikai forma lényeges, hanem a lelki személy megélés. Mert a fizikai forma az csak nekünk az élet. Valójában az nem élet. Az csak fizikai forma. Ugye az a lényeg, hogy mit tesz meg belül. Hiába ülünk be egy moziba 300-an, 300 más belső élmény van, hiába ugyanaz a fizikai forma, nézzük a Titanicot. Valaki elalszik rajta, valaki imádja, valaki sír rajta, valaki nevet rajta, mindenkinek más is más. Oké? Tehát a belső megélés lényeges. Nincs megírva az,
hogy te sosem lehetsz vezetőbeosztásban. Nem. De tény, hogy valószínű, az megvan írva, hogy meg kell tanulnod kezelni a csalódást. Hát persze. Vagy valamire változtatni kell az egyént, a személyt, aki te itt most vagy. Az valószínű, megvan írva. De nem feltétlenül az van megírva, újra mondom, oké? Hogy neked nem lehet előre jutnod mondjuk a ranglétrán. Kettő. Hát mit csinálj? Valószínű, a következőt rontod el. Ha tudásod megvan, hiszen te mondtad, hogy az oké. Az mindig kiemeltek volna. Kettő. Ugye a személy előléptetés, mint olyan, az este többségében sosem annyira tudásfüggő, inkább személyfüggő. Ezt el kell fogadjuk, hogy a tanárok is bizonyos diákokat kedvelnek, bizonyos diákokat meg nem kedvelnek. Úgy a főnök is bizonyos embertípus kedvel, bizonyosat nem kedvel. Meg kell tanulnod megszerettetni magad, hogy igenis érezzék azt, hogy fontos vagy, hogy jó vagy arra a pozícióra. És igen, és egy kicsit múzolni kell, kicsit ott kell lenni, kicsit tudod partizni kell, el kell járogatni a vezetőséggel. Nem szabad túlzás vinni a nyalást, mert azt sem szeretik, de a placon kell lenned, oké? Okay? Három, mondtad, hogy mindig tőled független események történtek, rossz vagy rossz helyen. Igen, ez lehetséges. Ez azt jelenti, hogy valahol nagyobbat kellene változtatni, tehát nagyon más területen, vagy jobban kézbe kéne venni a sorsodat, nem pedig annyira bízni abban, hogy majd valaki elintézés feljebb léptet, érted? Ez lehetséges. De így nagyon messzességből nem tudom biztosan megmondani, de feltétleg ezen területeken van az ebel hantolva, oké? Okay? Úgyhogy megéri kicsit változtatni a dolgokon. De ne add föl, semmiképp sem add föl, ez nagyon fontos. 10 év, az nem olyan vészes. Oké? Okay. Tudom, neked soknak tűnik, az is, de azért nem olyan vészes. 40 éves korod körülre már csúcsgóri lehetsz, hogyha betagozódsz egy komolyabb multi alá, kicsit megtalad a nyelvet, elpofizol a tulajdonos kör barátaival, aztán tulajdonos körrel, és egyszer csak azt veszed észre, hogy ott vagy az íróasztal, a nagy íróasztal mellett a többi nagy kutyával, és már meg is van, amit szerettél volna. Ne add föl, láttam a fotót, benned van bőven a lehetőség, oké? Okay? Menni fog. Kedves Krisztián, kutyámból szeretnék kérdezni tőled. 12 éves daganatos beteg kutyus, mivel szenvedési megkezdődtek az utolsó stádiumban, úgy döntöttem, hogy altatást kérek. Minden nagyon szépen és támogatva ment, a karjémban aludt el. Azóta nem érzem őt, pedig szoktam a jelenléteket, de az érintettségem miatt most nem látok tisztán. Azt lehet tudni, hogy rendben van-e, nem kötöm-e ide a gyászommal, megnyugodott-e? Tudok-e tenni még bármit is? Vagy most talán mondjuk, hogy csak saját tapasztalatom, nem biztos, hogy ez az igazság, rendben van. De elég sokszor megtapasztaltam már úgy, hogy feltehetőleg van benne valami. Amikor egy állat meghal, akkor az energia, amit jelentett, az a rezgés, amit ő kutyaként meg tudott élni, az úgymond kilő a fizikai világból. Mindaz az emlék, ami benne volt, felszabadul benne. Még akkor is, hogyha mondjuk aranyhal volt, és csak 3 másodperces memóriája van. Épp úgy az embereknél, nála is a megélt események, élmények felszínre jönnek, fogalmazunk így. Mivel teljesen máshogy élte meg, és máshogy dolgozta fel ezeket, nincs egy olyan, mint az embereknél szokott lenni, tudod, ez a fajta feldolgozzuk az életünket, és levonjuk a tanulságot. Hát, ott nem nincs ilyen. A rezgés azonnal összeáll más kutya rezgésekkel, más hasonló falkatársakkal a föld minden szintjén. Egybe folynak. A te kutyád, aki volt, az örökre megmarad, de az a kutyád, aki volt, az összefolyik a többi hasonló rezgésűvel. Tehát érted a különbség? Érted a lényeget? Egyszerre meg is marad, mint minden az univerzumban, mindenségben, minden örök. Másrészt úgymond fejlődik. Egy úgynevezett ilyen úgy hívják, hogy nagyon szép magyar szóval, hogy gestalt, tehát hogy egy olyan egyéniséget alkot, ami nem igazából egyéniség, csak egy élő lény, más dimenzióban lévő élő lény. Ez az energia újra meg újra megtestesíti magát, mint minden más kutyaként, hiszen ez, nevezzük úgy, hogy kutya energia, fogalmazunk így. Mivel az emberi génmanipulációtól kezdve a természetes evolúciójuk bezárólagosan folyamatosan változik a fizikai világ, ez azért van,
mert a tudat is változik folyamatosan. Magyarán, ahogy ez, maradjunk a példánál, ez a kutya energia, ez a kutya gestalt, fogalmazunk ilyen szerencsétlen módon, nem lehet jobban megfogalmazni. Az összeadott kutyák tapasztalatai megélése miatt ugye fejlődik, ezáltal itt a Földön más, teljesen más fejlettebb kutyatestek is jöhetnek létre, intelligensebb, fogalmazzunk úgy. Oké? Okay. Maga az energia később összeállhat a gondolatok, az érzések halmaza által, ez a kutya energia más, tudatosabb élőlényeké, és innen van az a tévhit, hogy ha valaki meghal, akkor megszületett kutyának, vagy egy kutya megszületett embernek. Ez így nem igaz ebben a formában. Már sokszor beszéltem erről, de nincs erről szó, csak egy tanmese, hogy a lélek vándorol testből testbe. Valójában erről van szó, hogy a gondolatok, az érzések, az energiák, a formák, a teremtések, mint olyanok folyamatosan hullámoznak a mindenségben, egyfajta harmónia, diszharmónia elvét követvén. A harmónia, a diszharmónia együtt ad egy univerzális harmóniát amúgy. És ahogy ez bekövetkezik, úgy létrejönnek a fizikai formák és a fák, a növények, az állatok és az emberek is. Rendben van. Tehát a kutya épp úgy a te végtelened része, mint egy másik ember. Amikor majd te meghalsz, megteheted azt, hogy a végtelen mindenségből megteremted a kutyát, úgymond őt. És kiszakadhat ő is a végtelen mindenségből, mint egy megélvén azt az élményt, amikor együtt voltatok. De ez nem azt jelenti, hogy ez a kutyus úgymond kvázi reinkarnálódik egy másik kutyatestbe, aki majd rád talál. Rendben van. Vannak hasonló folyamatok a mindenségben, de nem így működnek. De lényeg a lényeg, hogy akit szeret, például a kutyádat, azt nem fogod elveszni sosem. Oké? Nem kötöd magadhoz, nem kell pánikolnod, nem tudsz ártani neki. Az, hogy szereted, az nem probléma, sőt, csak segít. Kedves Krisztián, először is nagyon köszönöm a videóidat, nagyon hasznosnak érzem ezeket. Világéletemben azt éreztem, van egy bizonyos régi országok Európában, amik vonzanak, még akkor is sosem jártam ott. A bizonytalanság bennem az, hogy valóban lenne-e ott valami, ami vonz engem, amiért nekem oda kéne mennem, megélni átélni dolgokat, vagy csupán egy másik dimenzióban lévő innentől jönnek az érzések, a gondolatok, és semmi dolga nem lenne ott. Mert egy másik életképei villanak fel bennem, és önmagamat csapom be ezzel. Figyelj ide! A lényeg a következő, hogy élj. Azért vagy itt, hogy élj. Teljesen mindegy, hogy a megéléseidnek az oka, fogalmazzunk így, egy másik élet, másik dimenzió, egoista vágy, teljesen mindegy. Éld meg azt, ami van, legyen élmény, oké? Okay? Amivel tudod a világot, az univerzumot színesíteni. Rendben van. Nagyon sok vallásos elv, vallásos út, szakrális irányzat találja ki, hogy mi az élet értelme. De ha végig gondol logikusan a dolgot, a következőről lehet szó, más lehetőség nem nagyon van. Az élet határtalan, végtelen. Innentől fogva egyetlen értelme lehet saját maga. A teremtésben lévő erő, a teremtés maga, akik ugye mi vagyunk, mint teremtő és mint teremtés. Hát a létezésért vagyunk itt azért, hogy olyan dolgot élhessünk meg, amit nincsenek máshol. Hát nem véletlen, hogy nincs két egyforma hópehely sem. Ugye gondolj bele, nézd meg a virágokat, mennyi gyönyörű virág van. Minek van virág? Hát semmi értelme. Miért vannak ugye a madarak? Hát kitér, minek repkedni valakinek az égen? Tök értelmetlen. De rengeteg gyönyörű dolog van a létezésben, amit mi hozunk úgymond létre. Azért vagyunk itt, hogy úgymond teremtsünk. Mindegy, hogy mi az okod. Teremts, rendben van. Szoktam mondogatni, hogy akkor éltél jól, úgymond. Hogyha miután meghalsz, akkor a Jóisten leül melléd egy pohár borral, és csillogó szemmel arra kér, hogy mesélj. Okay. Gondolj bele, egy határtlan Jóisten, egy végtelen Isten halálra unja magát. Hogyha mi nem húzunk bele, és nem teremtünk olyan dolgokat, amik korábban a végtelenben nem voltak. Amit amúgy nehéz, de nem lehetetlen. Érted? Ne viccelj. Nem számít. Ne engedj, hogy a kétségeidnek. Menj bátran, és élj. Oké? Okay? Kedves Krisztián, segítséget szeretném kérni. 6 éve elváltam, azóta volt nekem pár kapcsolati próbálkozásom, nem igazán találom a helyem és a párom. Vagy megtalálom a valódi társamat? Na. Hát egy, ilyenek kérdésekre nem nagyon tudok válaszolni konkrétan neked, mert a jövőt így nem látom, mivel úgy nincs. Hát kettő. Teljes egyértelmű, hogyha valaki párt keres, a következő dolgot kell megérteni. 2 úton, módon lehet úgymond párt találni.
Az egyik, hogy célirányosan keresel. Azt mondod, hogy nekem szükségem van egy olyan férfi nőre, aki ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt tudja, akivel ezt, meg ezt, meg ezt megélhetem. A másik pedig azt mondod, olyan embert keresek, aki tudok szeretni. És pont. A kettő együtt általában nem megy. Tudom, ez szomorúan hangzik, de az este többségében nem megy. Mert vagy szeretsz valakit, vagy akarsz valakit. Ha szeretsz valakit, akkor van esély, hogy együtt fogtok élni, de nem feltétel. A szeretet meg a ragaszkodás az nem ugyanaz. Amikor akarsz valakit, akkor van esély, hogy az akaratod teljesül, de nem feltétel, ki fog alakulni a szeretet. Vagy hogy az akarat gyengülésével nem fogtok elválni pár év múlva. Oké? Nagyon sok ilyen vad dolgot hallottam, ilyen dualitás, meg lélekpár, meg ikerlán, meg te jó Isten területen. Emberek, a létezés ennél sokkal összetettebb, és valahol sokkal egyszerűbb is. Oké? Ha párt keresel magadnak, akkor döntsd el, hogy mit akarsz a párodtól, előbb mondottak alapján. Együtt akarsz vele élni? Családot szeretnél? Gyereket akarsz vele? Közös jövőt? Közös jelent? Mert ilyenre ember találhatsz. Vagy találhatsz olyat is, hogy azt mondod, hogy oké, megélhessen vele önmagamat, ő megélhesse önmagát velem, és ez legyen nekünk jó, neki is jó, és nekem is jó. Ez egy másik lehetőség. De olyat keresni, akivel minden megy, az általában felesleges, egoista játszma. Rendben van? Ha rám hallgatsz, ne hallgass, akkor kezdj el élni. Tehát egyre engedd le a párkeresésnek a vágyát, a görcsét, foglalkozz magaddal, sportolj, ha nem tetted eddig, keres valami hobbit, szórakozást, tartalmas életet élj, olvas, filmez, barátokkal csacsorász, és ha úgy alakul, hogy egy férfi vonz, akkor nyugodtan éld meg ezt a vonzalmat. Nem szabad megcsinálni azt, hogy már a kapcsolat elején eldöntött, hogy ez a kapcsolatban mi van benne, hogy ez most hosszú távú vagy rövid távú lesz. Emberek, mindig elmagyarázom, hosszú távú kapcsolat nincs. Rövid távúból lesz majd hosszú távú. De kezdetben nincs hosszú. Kezdetben csak kezdet van, az meg rövid. És kettő, ezt nagyon sok nő, most maradjunk a példánál, mert a nő tette fel a kérdést. Férfi ego is elrontja, de a női ego hajlamosabb még jobban elrontani a következőt. Amikor azt mondja, hogy olyan férfit keresek, aki csak komoly kapcsolatot akar. Ez miért nagy hiba? Elmondom. Mert amikor egy férfi van, megismerek egyszer mondjuk a társkeresőn, vagy az első randin, és a férfi azt mondja, hogy hát én figyelj, én csak komoly kapcsolat akarok, házasságot, gyereket és stb., tehát csak komolyan, hosszú távra tervezek, az mit jelent? Azt jelenti, hogy a férfit te nem érdekled. Emberesen mondva pontosan leszarja azt, aki te vagy, mert őt mi érdekli? A terv, a terve, hogy megvalósuljon azt, amit akar. A hosszú távú kapcsolat, ahol te mondjuk hűséges vagy, a gyerek és a stb. Érted, amit mondom? Tudom, ez furcsa hangzik, de a végigmondod, rá fogsz írni arra, hogy mondok, az igaz. És mikor ilyen kapcsolat létrejön, mert te nőként azt hiszed, hogy végre meglátom a komoly férfit, aki tényleg komolyan engem akar, az estek többségében egy terrorizmus lesz belőle, mert rá fogsz írni te is néhány év múlva arra, amit mondtam, hogy a férfi nem igazán veled törődik, csak a saját tervével, a saját jó felépített, előre felépített életformájával. És vagy az lesz, hogy terrorba fog tartani, vagy az lesz, hogy gyorsan elváltok. Tehát újra mondom, ha férfiak felé akarsz kapcsolódni, akkor a spontán dolgok sokkal jobban szoktak elsülni, amikor nem akarsz úgymond semmit, csak jó vele lenni. És ha ő is ügyel hozzád, akkor neki is jó lesz veled lenni. És ebből könnyen lehet az, hogy akkor már legyen hétfőn is jó együtt, meg mondjuk szerdán, meg mondjuk már akkor szombaton is. Majd aztán már akkor hétfőn, kedden is, meg szerdán is, és így tovább. Rendben van. Tudom, ezt nehéz megcsinálni, pláne akkor, mikor az emberi elme már ki van hegyezve arra, hogy Úristen, hol van már az én párom? De ha belegondolsz, amit mondtam, az logikus és igaz. Oké, próbáld meg ezt kis lépésekkel. Először magadat töltsd föl a saját magad életével, és aztán hagyjad, hogy megjelenjen egy férfi az életedbe. És még egy apróság. Ha valaki régóta nem találja a párját, próbálkozik, volt a próbálkozásod, de sosem jött össze, akkor az nem jelenti azt, hogy mindig a másik nem volt mindig a hülye. Tehát azt sem jelenti, hogy te vagy a hülye, de azt jelentheti, hogy valahol nem kapod el a harmóniát. Tehát valamilyen területen túl erős vagy, vagy túl gyenge vagy. Vagy valahol valami elcsúszik. Oké? Nagyon fontos, hogy aki régóta nem találja párját, próbálkozod, de sosem jött össze,
az hagyja abba a szokásos rutinból való ismerkedését. Próbálj nem mindig ugyanarra a típusú férfire vagy nőre bukni. Próbálj ne úgy mindig udvarolni, ne ugyanazokat a köröket fussd le mindig, amit téged megnyugtat, hogy jó, oké, első randin csak akkor virág, második randin már akkor egy csók, a harmadikon meg mondjuk szex. Tehát ne ezeket a köröket járd be, ne ugyanúgy dicsérgess, ne azokat a szavakat, gondolatokat, érzéseket használd, amit mindig szoktál rutinból. Mert a rutin, az a rutint hozza elő, azt a rutint, amiből nem jöttek össze a kapcsolatok, rendben van. És még egy apróság, hogyha ismerkedsz bátran férfiakkal vagy nőkkel, mindegy, és néhány hónap után vége szakad, akkor nehogy már elkezd nekem szenvedni. Hát volt néhány boldog hónapod. Nagyon nagy hiba az, ez csak az egót trükközik különben. Hogy azt mondja, hogy úristen, már megint nem jött össze. Hát de gondolkodj, hogy már logikusan könyörgöm. Volt két hónap jó, és jobb lett volna, ha az a két hónap nincs is. Miért? Ne viccelj. Mindig töltekezd, te nem vagy áldozat azért, mert nincs melletted egy férfi. Miért lennél az? Könyörgöm. Oké? Okay. Hagyjad, hogy a kapcsolatok kialakuljanak, azok csak magútól tudnak kialakulni. És igen, néha van, néha tényleg van olyan, ritkán, de van olyan, hogy úgymond valakik egymásnak vannak rendelve. De az sem törvényszerű, hogy az összejön, az sikerül. Másrészt pedig igenis, hogyha valakikben van vonzalom egymás iránt, akkor abból lehet bármi, bárkivel megélhetsz egy tartalmas végtelent, hogyha megvan köztetek a kapcsolódás, megvan köztetek a kölcsönös öröm, a boldogság azért, mert a másik létezik. Nem azért, amit tesz, hanem azért, hogy létezik. Rendben. Kedves Krisztián, nagyon köszönjük az eladásaidat, mindig nagy lelkesedéssel hallgatjuk, mint a Gőme bolygó lakói fordulunk hozzád. Látjuk és tapasztaljuk, hogy jelenleg a világban milyen erők munkálkodnak, és sajnálattal vetjük észre, hogy mennyire el vannak az emberek keseredve. Kérdésem a következő, mit tudunk még tenni egyénileg és csoportosan, hogy a világ végre pozitív irányba mozduljon? Vagy tényleg csak a vasvillás felvonulás segítene a parlament előtt, mint nyers erő? Azt olvasok ezoterikus körökben, hogy az oltások tulajdonképp nem mindegyik, tulajdonképp leválasztják a lelket a fizikai testről. Helyesek ezni információk? Nem, amúgy. Vagy elég csak annyi, hogy továbbra is pozitívan gondolkodunk, imádkozunk, meditálunk, próbáljuk további érni, és magasan tartani az egész szintünket. Na tehát. A vasvillás felmondulás azért nem szerencsés, mert az erőszak az mindig a destruktív erőknek tervez. Emberek, figyeljetek ide! Nagyon sokan hisznek ugye a forradalomban, ugye? Hogy hú, az mekkora jó, mert milyen kemények vagyunk, mert föllázadunk, és új világ lesz. Akkor, ha belegondolsz, nézd meg a történelmet, miért nem sikerültek soha a forradalmak? Miért volt az, hogy minden forradalom után mi jött? A terror, a rettegés, a vérengzés, elképesztő mennyiségű embert öltek meg. Nézd meg mondjuk a francia forradalomtól kezdve egészen mondjuk a legutolsó európai forradalmak így bezárlagosan. Vagy hogyha kevés ember halt bele, utána nem változott semmi, ugyanúgy a tömegek szegények maradtak, ugyanúgy lett egy másik, de egy szűk réteg, aki ugye megélt a tömegek verejtékéből, valahogy soha nem változott semmi. Ez azért van, mert a forradalom önmagában kevés, az nem elég. Értitek? Ugyanis, hogyha csak lázadás van, akkor az csak rombolás. Szükség van a célra. Szükség van egy látomásra is. Tehát a lázadás és a látomás kell, hogy mi legyen holnap, hogy mit akarunk csinálni, hogy miért akarjuk úgymond elsöpörni azt, ami most nem működik. Az este többségében ez nincs, az emberek, a tömeg csak haragból, gyűlöletből rombol, kiengedi a feszültséget, vagy valami már a következő uralkodásra készülő okos vezetők által feltüzelvén az ő öntudatlan szolgáiként rombolna. Arról nem is beszélek, gondolkodj kicsit, hogyha te valóban a szabadság mellett vagy, a szeretet mellett vagy, azt nem fogod tudni elérni vasvillával. Hát hogy? Amikor azt az energiát képvisled, amit téged és más félelembe és rabságban tart. Ne viccelj. Így nem fog működni. Oké? Okay? Kettő, mit lehet tenni? Hát te írtad, nem olvastam föl, de írtad, hogy ilyen spirituális segítő csoport vagytok benne. Az tökéletes. A következőt kell elképzelni.
ahogy vannak a felhők az égen, ugye? Tudod, még a kék előtt ott úszkálnak a felhők. Nagyjából abban a magasságban van a Föld körül egy ilyen nagy ilyen fénylő gömb cucc, ilyen energiaháló. Ugye mondtam, hogy mindenki össze van kötve mindenkivel energiaszálakon. Na most ezek a szálak a térben is nyúlnak, tehát rajta vannak ezen energiahálón is. Nagyjából ezt nevezhetnénk mondjuk az emberiség közös kollektív tudattának és tudatalanjának. Nem teljesen jó meghatározás, de nem tudok jobbat. No tehát, a lényeg, hogy amit egy ember érez, az nem csak a többi emberen söpör végig, hanem ezen hálóban is ott marad és bekerül. Nagyon sok gondolat és érzés, amiről azt hiszed, hogy a te gondolatod, vagy a te érzésed, az valójában ezen hálóból a spirituális köldök zsinóron át csatornázd úgymond magadba. Tehát nem te találod ki, hanem így mondom, kapod mástól. Teljesen egyértelmű, hogy minél többen hisznek valamiben, az annál nagyobb erővel robban be a hálóba. Hát persze, a világban, gondolj bele, hogy jött létre mondjuk egy kereszténység a semmiből, érted, néhány tucatnyi emberből. Hát úgy, hogy elképesztő erővel tolták bele az energiát ebbe a hálóba, a hitüket. Minden valláskörben így indul meg a hódítása útján. De persze, ez kell a fizikai vérengzés is, kell a fizikai terror is, kellnek a fizikai formák is. De azt a hithű buzgalmat, azt a valódi hitet, azt ebből a hálóból merítik már a követők. Minél többen hiszek benne, annál jobban és jobban beépül ebbe az egész, annál jobban és jobban hat a tömegre. Oké? Magyarán, igenis, hogyha nagyon sok ember fél, mondjuk egy vírustól és retteg, akkor ez a félelem kerül bele ebbe a hálóba, és ez a félelembe születnek bele az emberek. Éjszak álmukban a félelmet kapják az emberek. Hát hogy a fenében? Én ezért mondtam a legeslegelején, még az legelső vírus problémánál tavaly tavasszal, hogy itt nem a vírus lesz a gond, hanem a félelem, hogy mindenki elkezd rettegni. Ez sokkal jobban pusztít. Minden vírusnál jobban pusztít ez, hogy az emberek rettegnek, és most már az is fél, aki azt hiszi, hogy ő nem fél. Mert éjszaka, vagy napközben, ha csak úgy kicsit belbambul vezetés közben, vagy ül a buszon, a villamoson, és bámul ki a fejéből, hallgatja a fülhallgatójában a zenét, a tudattalanjában a kollektív emberi tudattalan félelme elkezd szépen tanyát verni. És ott van a másik oldal, ha ti ott vagytok, öten, ugye írtad, hogy lányok, öten, hatan, és elkezdtek szeretetet nyomni ebbe a hálóba, akkor az lesz benne, ha nem csak ti, hanem a világon minden ember csinálná, akkor sokkal nagyobb eséllyel lábalna ki az emberiség egy ilyen problémából. Én gondoltam rá különben, mert több csoportról tudok, akik így ezzel foglalkoznak, vagy kidolgozok valami módszert, ami sokkal intenzívebben tudná bele feltölteni ezt a hálót így a Föld körül. Lehet, hogy sőt, szinte biztos veszem, hogyha lesz időm, akkor megcsinálom, kidolgozom, és akkor majd emlékeztek, régen voltak ezek a csend üléseink, mikor ott egymás mellett ültünk csendben, és ott az általam ilyen fókuszált végtelen hallgatásban jobban rá lehetett hangolódni a csendre. Ugyanilyen lenne mondjuk ebben a szeretettel is, hogy valahogy fel tudnánk tölteni jobban, mint egy eloszlatva kicsit a sötétséget, a félelem postányát. Nem arról van szó, hogy megváltanánk a világot, de azért adhatnánk esélyt, hogy az ember ne csak a félelmet fogja föl. Tehát jó, amit csináltok, csináljátok csak, mert nagyon máshogy nem megy. És amúgy mindenki ezt csinálta, egy Krisztus Buddhától kezdve, egy egyszerű jó szándékú emberig, hogy a önmagából kiáradó fényt, a szeretetet, a boldogságot, az örömet, a nyugalmat, a békét, ezt sugároztam maga köré, a körülötte lévő emberek köré, illetve a tudatosságnak egy kiterjedtebb állapotában, mondjuk egy Buddha vagy egy Krisztusé, ő meg ugye az egész földbe sugározta ezt bele. És milyen érdekes, ugye, hogy pont a nevükben, ugye szeretet nevében milyen sok embert öltek, ugye mondjuk meg. Tehát ez nem azt jelenti, újra mondom, hogy képes leszem megváltoztatni az emberiséget, mert az emberi ego az nagyon makacs jószág, azt nem lehet csak úgy megváltoztatni. De maga, amit csináltok, az jó, csináljátok csak, nagyon sokat segíthettek vele másoknak, magatoknak is. Kérek egy tanácsot, hogyan oldjam fel a szexualitással kapcsolatos blokkjaimat és gátlásaimat, és mindez a járó bűntudatot, amiket gyerekkoromban szereztem beártatlanul,
Anyám rendszeresen megvádolt, és megmutatott annak, amiket el sem követtem. Képtelen vagyok teljesen elengedni és átvenni magam a gyönyörnek. Miként tudom feloldani ezeket? Köszönöm a válaszod. Konkrétan csak akkor tudom megmondani, ha írsz egy e-mailt és küldesz egy fotót. Akkor is nagyon-nagyon nagy ez a terület, tehát nem lehet ezt egy válaszsal, meg egy jó tanáccsal elrendezni. Több lépcsős folyamatban lehet csak ezt a változást elérni, feltétleg hónapok, jó pár hónap alatt. Oké? Tehát ha valóban változhatni szeretnél, már pedig megérni, mert maga a szexuális gyönyör, az orgazmus, az nagyon fontos az ember életében, elég fontos. De mondom, írj egy e-mailt, jó, és akkor egy fotóval, és akkor megdumáljuk, megpróbálok majd segíteni benne. Szia Krisztián, ha valaki az Asperger-szindróma vagy az autizmus viselkedés jegyét mutatja, az felismerheti önmagán ezeket a jeleket. Már sokszor észrevettem magamon a tüneteket, és nagyon nyomaszt a dolog, de soha nem mertem le komolyban foglalkozni, esetleg szakemberhez fordulni. Van lehetőség, hogy úgy lássa a változás, és én mit tudok tenni? Miért alakul ki ez egyáltalán? Múltkor hallottam egy olyat, hogy az autizmus az alakul ki, mert elcserélik a lelket a gyerekben. De ez nem igaz. Nem. Ez nagyon, nagyon érdekes folyamat. Nagyon nehezen tudnám elmesélni. Maradjunk annyiban, hogy az estek többségében nem külső tényezőről van szó, nem arról van szó, hogy a pocakban voltál, és nagyon megijedtél mondjuk, mert anyukád majdnem meghalt, rádudált egy autó, elugrott, és akkor a sokkot kapott mama, vagy akkor a sokkot kaptál te is, amiért az kialakul. Nem. Az autizmus, illetve ez az Asperger-szindróma is egy összetett energetikai, genetikai háló, ami különböző okok miatt jön létre, általában azért fogalmazunk így, hogy színesítsd a világot is, hogy az emberi fajnak, a létezésnek, a tudatlétezésnek új ösvényeket is szabhass. Nem egy kutató azt állítja különben, hogy az Asperger-szindróma az nem betegség, hanem egyfajta evolúciós lépcsőfok. Nem foglalkoztam itt a kérdéssel, hogy ezt igazolhatnám, nem tudom megmondani, de tény, hogy a kérdés föl tudod tenni, az azt jelenti, hogy sem az autizmusod nem lehet túlságosan erős, tehát egy könnyedebb, vagy az Aspergered sem. Bár az Aspergeredeknek nem szokott gondja lenni a fogalmazással, nekik ugye a szociális élet megélése a problémás. Igen, úgy vettem észre, hogy aki foglalkozik magával, az, hogyha úgymond Aspergeres fogalmazunk így, észreveti magán a jeleket, persze. Meg az autisták közül is nem egy van, aki abszolút tisztán tud gondolkodni. Az élet bizonyos területein vannak csúszásai, tehát ő is felismerti magán, persze. Mindenképp megéri szakemberhez fordulni. A többségében segíthetnek a kezelésben, nagyon nagy csodát nem tudnak tenni. De nem is kell. Hát tökéletes, amit írtál, hát elképesztő, minden területen jól működsz. Hogyha a szociális életed nehezebben ismerkedsz, nehezebben kommunikálsz, akkor, vagy nehezebben érted meg mondjuk az iróniát, akkor persze ezeket meg kell tanulni. Igen, erre időt kell szakítanod. Figyelni kell magadat, figyelni kell a társadalmi játszmáidat. Egy jó szakember segíthet. Rendben? Ne félj szakemberhez fordulni. Emberek, amit magunkban hibának gondolunk, az nem hiba. Az csak tulajdonság. Hiba akkor lesz belőle, amikor rejtegetni akarjuk. Oké? Okay? Szia Krisz, mindig úgy gondolod, hogy pár év múlva olyan ingatlanok lesznek Budapesten, mint Bécsben? Az elmúlt 10 évben 2,5-3-szorosra mentek fel az árak. Már a 10 év lesz, hogy sokaltam, de ami most van, az is hajmeresztő. Bécs szintje pedig még minimum a duplája mostaninak. A számomra elképzelhetetlen, de hát sok minden az volt, aztán mégis úgy lett. Figyelj ide! A jelen pillanatban a probléma az, hogy az a kapitalista rendszer, gazdasági rendszer, ami valamikor, mert valamikor tényleg így volt, valamikor az emberi lét fejlődését szolgálta, ma már nem az. Abban a pillanatban, hogy a kapitalista rendszerben létre vállalatok jogi személyé váltak, ez egy nagyon-nagyon hosszú téma, most nem fog belemenni. De a lényeg, hogy ma már a kapitalista a világrend, mint olyan, csak folytogatja az embert. Ugyanis azzal, hogy el tudták érni azt, hogy függetlenül váltak a politikától, hisz, hogy a kapitalista világrend alapja az volt, hogy az állam, magyarán az emberek, ez nagyon fontos, ne szólhassanak bele a cégeknek az ügyeibe, a piac, a gazdaság ügyeibe. Magyarán te, mint ember, mert ugye te vagy az, aki
parlamentbe juttatod be a demokráciában, ugye, a vezetőket. Magyarán te és a vezetők sem szólhatnak bele abba, hogy az országban gazdaságilag mi működjön. Hogyan működjön. Innentől fogva, mint az árak befagyasztása, mint olyan, ugye, hogy helyrehozd mondjuk a soksebből vérző gazdaságokat, az ugye nem lehetséges, vagy csak nagyon szélsőséges esetben össze is zár ilyenkor ugye a gazdasági elit, és azonnal kitagadnak téged, hogy komplett országot tönkretesznek, elszegényítenek, tönkreteszik a pénzt, tehát nem lépheted meg. Nézd meg, mi volt Németországban nem is olyan rég. Ugye az államnak be kellett avatkoznia, hogy meg kellett szabnia, hogy mennyire lehet megemelni az albérlet árakat, mert ott tartottak már a németek, hogy belázadtak. Ugye? Hogy olyan árak vannak Berlinben, nem tudják kifizetni az emberek, mert egyszerűen nem képesek arra. Mert hát szabad áras emelések vannak, mindenki annyit emel, amennyit akar. Ugye? Kapitalizmusban minden annyit ér, amennyit árat valaki hajlandó érte megfizetni. Magyarán ez a folyamat, hogyha valamilyen szélsőséges okokból nem áll meg, akkor persze, hát akkor így lesz. Hát persze, hát előbb-utóbb el fogsz jutni oda, hogy mint Londonban, hogy egy átlagos ember nem tud egy lakást bérelni, mindenki egy szobát bérel, és akkor öt idegen lakik egy öt szobás lakásban. És mindenkinek van egy szobája, ugye felnőtt emberekről beszélünk. Tehát hogyne, ez előfordulhat. Kettő, azért itt most Európában hamarosan, hogy fogalmazzak, nagyon meglepődnék, a 10 év múlva az Unió úgy néz neki, mint olyan makinéz. Tehát ez hamarosan meg fognak változni a dolgok, lesznek mozgások nagyon sok helyről. Már amúgy vannak jelek, sőt, hát nagyon sok helyen, ugye, mert költöznek az emberek jobbról, balra, jobbra, tömegesen. Nem a migrációról beszélek, hanem a pont, hogy inkább a úgymond az őslakosokról. Tehát olyan szinten változik ugye a helyzet társadalmilag, amit nem tud követni az egyén. Úgyhogy lesznek igenis olyan pontok Európában, országokban, amik felértékelődnek, hiszen sokan akarnak majd oda költözni, mint hogy most is van ilyen. Úgyhogy ez is benne a pakliban. Három, figyelj ide, egy unióról beszélsz, tehát nem lehet azt megtenni, hogy iszonyat nagyon nagy árkülönbségek legyenek a nagyon fontos dolgokon, hiszen akkor az adott régió gazdasági előnyt kapna a többi régióval szemben. Ami amúgy most is így van, tehát elképesztő aránytlanságok vannak az unión belül, itt ott, ott minden területe. Ezért recsérópog az egész. Sose volt működőképes különben, na mindegy. De figyelj ide, hát egyértelmű, hogy a föld terület, mint olyan egy-kettő után, meg ugye maga az ingatlan, mint olyan lakás ár megy fölfelé, persze. Úgyhogy hogyha úgy lakol és van pénzed, akkor befektetsz egy ingatlanba, de most ugye dolgoznak rajta, legtöbb országban a kormányok próbálnak ugye olyan dolgokat kitalálni, hogy lenyomják az árakat, de hát mondom, kapitalista világrendszer van, tehát egyszerűen már nem tudják visszazárni a palackba a pénzdzsint. Szia Krisz, 3 kérdés lenne, kiképítették a gízai és több értően piramist, mikor, miért és hogyan? Úgy, a szakmai gyodok ezt, mert most nem fog belemenni, nagyon hossz lenne, de maradjunk annyiban, hogy nem az egyiptomiak, és nem faggörgőkön körkették a 20 tonnás köröket, amik amúgy ugye, több ezer kilométerről származnak, és ráadásul ugye faszer számokkal a márványt nehéz kifaragni, mert ugye fémet nem ismerték. Tehát nem, ez egy kicsit összetette volt. Itt több kultúra is dolgozott, az ugyan több dimenziós játszmák voltak itt, úgyhogy ez... Ja. Úgyhogy ez egy összetett. Már egyszer, ha úgy alakul, meg utána is kell néznem, mert meg neked őszintén csak villanásaim vannak ezen időszakokról, tehát ilyen hosszabb emlékeim nincsenek több ezer évről, így csak ilyen felfelvillanó képek. Majd egyszer összerakom, és akkor elmeslem szívesen, amit én látok. De szeretném hangsúlyozni, ez nem biztos, hogy így volt, mert igenis itt vannak átütések nálam is. Van egy emléke, aminek nincs köze ezen történelmi vonalhoz, és mégis emlékként élem meg, úgyhogy ja. Az atlanti cirkulációnak van-e mai szárazföldön valami felismerhető emléke? Megmaradt épülete, romja, stb. Vagy hasonló? Hát például a piramis. az jóval korábbi, mint semmit, ami 4500 éves.
Úgyhogy ezt már Egyiptomon kívül majdnem mindenki elismeri, aki kicsit foglalkozott vele. Egyiptomban dolgoznak rajta, hogy eltüntessék a nyomokat, ugye? Mert hát ugye az iszlám nem engedi meg azt, hogy valami 10 000 éves legyen, vagy még több. De ő van régebbi. Maga az a klasszikus Atlantis, amit ugye annak neveznek, az már a vége felé volt különben. Tehát amit a Platónék úgymond beszéltek, ami igazából csak erősebb volt benne a legenda, mint sem a valóság. Vagy amit Atlantisnak tart ugye a hagyomány, az már a vége volt a korszaknak, akkor már ja, eredetileg Atlantisnak nem a szigetet hívták, hanem csak egy várost. És ahogy szépen darabokra hullott, nem egynik nap alatt, úgy már csak a várost nevezték így. De a fénykorában maga a kultúra az a föld jelentős részre amúgy kiterjedt. És megjegyzem, sokkal inkább volt egy feudálisabb rablóállam, mint sem hajdanán, ahogy megalakult egyfajta tudatos jellegű spirituálisabb formában, a vége felé már nem az volt. És három, Andor Roosevelt-ben tényleg UFO idején ül, hogy zuhant le, mi lett a sorsa? Amennyire én tudom, igen, ráadásul van valaki, aki nagyon képbe volt ebben, és ő elmondta, hogy nem is egy zuhant le, hanem kettő. És tudtam, az a sors lett, amit úgymond mindenki tud, hogy az amerikai kormány lefoglalta, és benyomták. Ja. Szia Krisz! Van olyan, hogy valaki egy kapcsolatban nem csak azt éli meg, ami most van, hanem azt is éli benne, ami valószínűleg más dimenzió, más életben játszódik ugyanazzal az emberrel? Hát hogyne, emberek! Ahogy ezért mondtam, hogy nehéz elképzelni a végtelent, mert nagyon sok héjra, nagyon sok szeletre lehetne osztani, nagyon sok rétegre. Ahogy ugye mindenki össze van kapcsolódva mindenkivel ilyen szálakkal, úgy össze van kapcsolódva ugye a Földdel is. Amúgy valamilyen szint összünk kapcsolva nem csak a Földdel, az univerzum minden létező energiaforrásával, fókuszával. Az asztrológia, mint olyan, ugye, kvázi ezen az elven próbál működni. Nem mondom, hogy működik, csak az, hogy próbál. Amúgy a bolygók nem, meg a csillagok nem tévednek, az ember szokott, aki értelmezi a jeleket. Így nem csak a fizikai univerzumban vagyunk összekötve magunkkal, hanem más fizikai univerzumokban is. Hát hogy az Istenben, más dimenziókban is. Persze, hát minden össze van kötve mindennel. A szálakat csak képetesen mondtam azért, hogy megértsetek, amúgy nem szálak, hanem egyszerűen a minden a mindennel. Végtelen szálról beszélünk, tehát egy hatalmas végtelen térről. Mivel az a hatás oda-vissza működik. Ezért természetesen persze, hát az, amit te voltál, egy más dimenzióban leszel, az most rád ugyanúgy hatással lehet, van is. Ugye a kérdés az, mennyire vagy nyitott, mennyire fogod föl, és nem csak rád igaz, mindenki másra is igaz, persze. A legtöbb gondolat, érzés, ihlet, azok hiszen végtelen van, minden van. Magyarul nem te találod ki, hanem már létező, fogalmazunk így, énjeittől, kiterjedte formáitól kapod, persze. Ezt amúgy nem kell elhinni, mert valahol, ha végigfutod ezt a gondolatsort, akkor ha az egód elég erős, akkor bepánikolhat, illetve értelmetlenek találhatja majd létezésedet. De nem erről van szó. Minden létforma, ami létezik, annak mindnek értelme és helye van a mindenségben, különben nem létezhetne. Jó, rossz egyaránt. Oké? No, emberek, örültem megint mindenkinek. Ahogy mondottam ott az elején, egy kérésem lenne, hogy aki hosszú kérdést írt fotóval, ilyen A4-es papírról, a 2-3-at elértok, azokat küldjetek már el nekem e-mailbe, és akkor szívesen válaszolok, oké? És még egy apróság. Mint már mondottam volt, most már azért látszik az alagút végén a fény. Hamarosan nyitunk, de újra mondom, hogy meg fogod látni, hogy mindig, ez most már mindig egyfajta újabb hullámok, 4., 5., 6. mutáns, szupermutáns, dupla szupermutáns, tripla halálos szupermutáns. Mert már mindig így lesz. És mikor lesz egy pár év pihenő, akkor majd lesz egy újabb, lesz még egy. Hiszen látható módon az emberiséget sokkal könnyebb terelgetni, mint sokan gondolták volna. De ugye, hogy az elején ugye az orvos kérdezőnk, az úr is mondta, hogy nem számít, nem az számít, hogy most ez tényleg létezik az összeesküvés elmélet, vagy nem, nem az számít, hogy most itt ezt valaki tényleg egy laborban csinálja a COVID-38-at, vagy tényleg egy év alatt képes egy csodavírus 380 féle mutációt létrehozni magából, mert akár ez is lehetséges. Persze még ilyen sose volt a történelem folyamán, de ne legyünk szőrszál, pontosan vírus
fehérje hasogatóak. Bármi lehetséges. Nem ez számít. Azt számít, hogy mit élünk meg belőle. Oké? Okay. Könyörgöm mindenkinek, próbáljon minden kevésbé félni. De nem azt jelenti, hogy legyél felelőtlen. Jaj, de hogy védekelsz, ha úgy érzed magad jól. Csak ne félj. Tudom, ez hülye tanács, hülyén hangzik. De attól még, mert a tanács hülye, attól még jó. Ugye, hogy ne félj. Hát nem lehet nem félni. De azért próbálj. Hogyan lehet próbálkozni? Úgy, hogy arra figyelsz, mert az életedben valójában van. Ez pedig ugye az öröm. Mert az öröm valódi. Néz ki az ablakon. A bárányfelhők azok mosolyognak az égen. A szürke felhő is mosolygós az égen, csak is egy szürkébb. A fák, ahogy fújja őket a szél, a falevelek, azok mindig mosolyogva susognak. Mindenki alapvetően bollog. Még az egyszerű növények is egyfajta szeretetben léteznek. Nem a klasszikus boldogságról beszélek, nem a nyálas szeretetről beszélek, hanem egyfajta békéből és harmóniáról, ami akkor is megvan, ha éppen valami pusztul. Tudom, hülyén hangzik, amit most mondok, és abszolút ellentétes a fizikai elmét tapasztalatával, de ha mögé tudsz látni a dolgoknak, akkor meg fogod látni, hogy a legnagyobb félelme, rettegésben és a valóság az, hogy mindennek megvan a helye a mindenségben, és hogy te sokkal több vagy, mint az a bábú a saktáblán, amit éppen leüt egy vírus, vagy leüt egy király, vagy egy királynő. Érted? Hát te vagy maga, nemhogy az, aki játszik, jaj, de hogy te vagy az a hatalmas épület, ahol a végtelen mennyiségű sakjátékos játsza a végtelen mennyiségű bábúval a játszmát. Érted? Neked csak ezt észre kell venni. És ha gyakorlatilag realistább elme vagy, aki nem hisz az ilyesmiben, avval sincs semmi baj, akkor legyél tényleg realista, és vedd észre a valóságot, hogy az összes tudós példaképed mind azt mondja, hogy a univerzum határtalan. Márpedig, ha valami határtalan, akkor a félelmen, a rettegésen túl biztos, hogy van valami. Rendben. No, jók legyetek!